szezon! Azt mondom, azért volt olyan olcsó ez a tetszó, mert hogy régi indián telepre épült. Rendesek. És ráadásul kurva ideg. Lefagy a pöcsön. Nem nálam. Ja. Meg fogom halni. Mind megfüggít. Egyszer befárja holnap. Mi település Budaörsön. Az Euronix előtt azt még valahogy meg kell csinálnunk, mert kifizetnénk előre. Nem folyik a magja. Ilyet igen, de még ez is jól áll. Nagyon, nagyon félek. Hát, figyelj, amióta aláírtátok azt a házassági szerződést, azóta van is okot. Nem, az yes. Mi ezt kinek mondtam? Anyu, sem megint itt az. Jaj, felborultam. Nagyon pici ez a, nagyon pici ez a sátor. Jön valaki! Vigyázz! Anyós, jön valaki! Én mondtam azért, hogy nincs szentél, azt mondom, kis el! Jön, ki lett! Micsoda? Micsoda? Hagyjátok meg abba a gyerekekkel! Azt mondja, hagyjuk abba a gyerekek, fel fognak el! Jó, tényleg! Oké, okay. Jó, kicsim, szeretlek, persze! Oké, okay. Ne arra, hogy... Na, itt vagyunk, ott van János. Itt vagyok. És... itt a sátor, megmutatjuk. És egy dolog van, nem hazudtam, hogy tényleg rohadt ideg van. Így néz ki a sátor. Belülről. Így néz ki belülről. Van. Halaknak kell lennünk, mert tényleg felébrednek a gyerekek. Bejelentette, hogy a kormány 33 új büntetés végrehajtás intézmény építéséről... Egy, ez a kormány propaganda. Ezt a rádióban megint hazudnak. Pedig ezek helyiekben mi vagyunk, a Klassz FM. Hoztam magam egy kicsit szórakoztatásul. Itt van velem Bali, akit nagyon sokszor boldoggá tettem már a kis ujjammal. Az a párnád? Ez itt a kis párnám. Dönköly búzával van töltve. Igyekeztem egy picit barátságosá, lakályosabbá tenni a helyet, ezért elhoztam két régebbi fotót Móniról. Úristen, ezt nem is láttam. És ha esetleg kultúrára vágynék, akkor azt gondolom, hogy van itt még valami. Az jó választás. Ez jó, nagyon jó választás. Ja, mindjárt megyek kicsit. Mindjárt megyek. Igen. Szeretlek. Persze, halkabban. A feleségem. Jó. Na, igen. Olyan szerencsés ember vagy, téged, illetve a feleségedet még érdekli, hogy te mit csinálsz. Ennyi már teljesen passz. Az van, hogy rettenetesen hideg van itt a sátoron. Úgyhogy én nem sokára bemegyek, iszom egy bort, és... az ír az... Csak mondom, hogy én mellettük fogok felkelni. Legalább ennyiben szerencsés vagyok. Egyébként meg tényleg megnéztem, azt mondja, olyan 2 fok lesz hajnalban, és hát nem vagyok túl bizakodó. De Balázs azt mondta, hogy oda mehetek nyugodtan az ajtóhoz, és hogyha rátapasztam az üben a 2.0 argongázzal töltött hőszigetelős ablakhoz, akkor talán éreztetek valamit abból a kis terengésből, abból a melegségből, ami árad kifelé a Sevestyén családból. Igen, jönnek az üzenetek közben, idióták, azt mondja, ki az a kis csajszi, mutatjuk a csajszit. János, tehát csak úgy kellemesebben teljen az éjszaka, megcsinálta a sátelet igazából. Természetesen. Kamusztam egyébként, mert hogy nem Móni látható a képeken, hanem az a két hostess lány, akivel puszilkodtam, itt az Instán meg lehet majd nézni azt a felvételt, és hát aztán később ez lett belőle. Holnap az Euronix-tel is találkozom velük majd. Na, figyeljetek, az van, hogy lassan bemegyek, mert egyébként itt tényleg baromi ideg van, és azt gondolják néhányan, hogy én milyen szemét vagyok, mert nem fogom beengedni a Jánost éjszakára, azt kérem, hogy tökéletesen
jól gondolja. Nem fog beülni a járásszakára. Úgyhogy lassan itt örülök akkor. Igen. De csak, hogy érezzétek, hogy azért Balázs nem olyan kegyetlen, mint amilyennek gondoljátok, mert jó vendéglátó módjára készített nekem például jégkását is. Kicsi limonád is. A termosz itt van. Hol a termosz? Rohadjon le a gázkonvektorotok! Csináltam Janinak egy termoszba teát, de szerintem már kiült. Úgyhogy ezt megvárom, míg egészen kiül, és akkor idehozom neki. Most addig pedig stílszerűen meghallgatunk egy Ice Cube számot. Na, hát akkor nagyon jó éjszakát kívánok neked, jó? Aludjál akkor jól, közben egy írok. Neked nézze, nagyon sok veled vagyunk, Jani. Na, üzét, tényleg. Veled vagyunk. Lehet veled ébredni. Gyagyások. 18500, 19400 néznek élőben a szenvedésedet. Jani, mennyire van hideg? Hát kb. 16 centi, az nálam már erős visszaesés. Hol a rozé? Kérdezi valaki. Kicsim, a rozémat hozd ide, léci. Termosz? Kösz. Itt a termosz. Adom a termoszt, ott van. Janinak a termosz. Basszus, le szerintem már kihűlt. Vigyázz, mert nagyon hideg. Várjál. Kirakom egy kicsit, mert hogy érted, kint bírja a sátor, hogy hideget már nem annyira. Oké, jó lesz. Nagyon sok. Ne zárd be, jövök, még ne zárd be, jövök. Na, az van, hogy ezt a poharat, ezt János egészségére iszom. Finom. Elbúcsúzunk lassan, jó? Holnap reggel jövünk Jánost ébreszteni, de lehet, hogy ő fog engem ébreszteni egyébként. Nagyon-nagyon jó hírem van azok számára, akik nagyon hisznek az amerikai hadi ellátmányokban. Az történt ugyanis, hogy bedöglött az a rohadt melegítő vegyszer, ami felmelegíteni a zöldséges lazanyámat, amit hoztam most vacsorára, és emiatt most hideg zöldséges lazanyát fogok vacsorázni, így 4-11 magasságában. Tehát, hogy aki azért szurkolt, hogy minél szarabul érezzem a magam, annak bejött. Köszönöm az SMS-eket, hogy lassan ígyam a bort, mert hideg, tényleg hideg. Nagyon drágák vagytok. Jövünk még majd valami exkluzív tartalommal? Szerintem lesz még exkluzív tartalom, persze. Jó. De már nem élőben menjetek aludni. Érdemes ránk odafigyelni. Most elmenjünk, tekerünk egy biciklit. Hogy kell abba hagyni? Mit kell megnyom? Rétest? Nem tudom. Finish? Rakd be a farzsöbet, az mindig bejön. Kérdezzétek meg a kaszatibit, hogy kell abba hagyni? A farzsöbet. Szevasztok! Drukkoljatok Janinak! Sziasztok! Ciao. Sziasztok! Mit akarsz? Vali, mi van labdázni? Hagyjál már, hülye vagy, hideg van. Itt vagyunk. Úgy néz ki, elcsendesedett. Meglátogatom, hogy mit csinál. Szerintem már alszik. Nem akarok nagyon kiabálni. Nézzük. Ki kell nyitnom a cipszárat. Bemenj! Ide rakom a kis barját. Nagyon jó. Jó éjszakát. Aludj jól. Nem mondok poént, találj ki végre egyet te is. Semmi se a régi már. Jó így, János. Egy kicsit fel van fújódva. Hmm.
csatolni. Elindul az ország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-ben. 6 óra után vagyunk, 18 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hát ezt a tömeget kérjük szépen, hát mi történik már itt reggel? A tévéért jöttek, a televízióért. Mindenki a tévéért jött, hát itt vagyunk, élő kitelepülésünk van, ugye Euronics áruház, Budaörs, hát ha befelé vezető oldal. Befelé vezető oldal, így van, ha kifelé jössz, akkor pedig balra, de szerintem nincs ember, aki ne tudná, aki ide akar jönni, hogy hol vagyunk pontosan. Azt mondja, hogy a Túra felszerelés áruház és a Barkács áruház között van, de egyébként nem lehet eltéveszteni, mert hatalmas az áruház. Hatalmas az áruház, a sor legvégén majdnem, itt már csak egy-két ilyen, nem tudom, ilyen gyerek, baba, játék áruház van, szóval könnyű bennünket megtalálni. Gyertek, mert hogy baromi sok játékunk van, és hát rengeteg nyereménnyel készültünk. Ma igazából az egész játék egy ilyen szinte játékos adás lesz, mert az ott mind. Ez itt mind. Az ott mind. Részben, mind. Mert ezeken kívül még mindig vannak ajándékai. Ne hülyeskedj. Tényleg. Itt van a mosógép, itt van a nagy képernyős színes televízió, egy csomó háztartási eszköz. Azt a mindenit. Óra, okos óra, nem annyira okos óra, vasaló, zsuzsi, ja. Igen, mindenki itt van. Tulajdonképpen ez egyfajta pesti kitelepülésnek is beillik, mert hogy ugye most nem volt pesti helyszínünk, de nem véletlenül, mert hogy tudtuk, hogy aztán a turné után egy héttel ugye jövünk, illetve hát volt, hát az a hajózás volt igazából, tehát az nem olyan pesti helyszínnek számít. Úgyhogy nagyon sok minden lehet ma nyerni. Na de na. Hát félre még a nyereményeket, gyerekek, nem rohadt. Van Janival, Jani! Látod? Figyeljetek, hát tegnap azt hiszem, hogy a magyar facebookozás történetének legnézettebb élő adását lehetett, ugye. Igen, köszönjük szépen a szegény Jönnek tűbe a kommentek, szegény tűbe. Nagyon jó voltál. 20-valahány ezer megtekintés volt. Emlékszem egy héttel ezelőtt, hogy a hajón ültünk, ugye ott volt a Tibi, aki elmondta, hogy figyelj, apa, 9000-et csinálsz, akkor van egy király vagy. Akkor már be fogtok sírni. A két egyelőre a Kalitkában megtekinthető fiatalember 22 ezeret csinált. Ki látta közületek? Nem mondjátok komolyan. De jó fejek vagy, jó Isten. Atya úristen. Hát ugye ez annál nagyon beteg volt. Igen, annál is inkább egy imponáló ezzel a nézőszem, mert ugye este 10 magasságában történt a bejelentkezés. Amikor a Bali meghatározta ezt az időpontot, én akkor egy picit felszisztent, amikor mondta, hogy este 10-kor bejelentkezik, mondom, este 10-kor én már szeretnék aludni. Hát de természetesen ahhoz képest, amit megbeszéltünk, mondjuk egy 6 órát beszéltünk meg, hogy mondom, 6-ra átmegyek, mikor értem át? Hát ilyen 9 óra után néhány perc. Tehát láttam elúszni az élő bejelentkezést, mondom, jó, ennek ennyi, vagy kiírom, hogy kicsi késés, cancel, törölve, 11-re csúszik az élő bejelentkezés. János 9 órakor, a világ legtermészetesebb dolga, mondom, besétált, én altattam a gyereket, Viki a másikat, és már hallottam, hogy a kertben valaki neszel, motoszkál, és akkor mire leértem, János már 4-10-kor már nagyban építette a sátrat. Hát figyeljetek, egyébként szerintem le kéne szerződtetni a sportszeráruháznak, hogy egy ilyen oktató videót forgassanak velem, hogy mennyi időt állítok fel egy sátrat, úgyhogy egyébként a fényviszonyok enyhén szóval sem ideálisak, folyamatosan szemerkél az eső, és hogy életemben először csinálom. Mennyi lett a rekord? Nagyon gyorsan meg volt. Gyorsan, ilyen fél 10 körül már állt a sátor, utána ment a bepakolás, ugye az otthonossátétel. Otthonossátétel, igen. Gyönyörű képeket talált a Mónikáról. Igen, hát ezek fiatal képek a kedvenceim. Azért volt csomó, azt én is ott láttam először. Tehát ugye elindult a bejelentkezés, elkezdtünk hűlni balra, és nem, beteg vagy. És ezeket írva már ott voltak a csajok, ugye balra mellettem. Szóval, hogy itt van a kezem a kis fényforrásunk, mert most az a helyzet, hogy reggel ugye a gyerekekre való tekintettel nagyon gyorsan összepakoltunk mindent, úgyhogy deréka itt van, hőfólia ott van, hálózsák amott van, a lámpa itt van a kezembe, ez volt a jaj, rettenetesen jó fénye van, ezt egy kispesti, hát nem is tudom, hogy kitől kaptam valójában, egy nagyon-nagyon kedves hallgatónk tegnap küldött egy nagyon komoly ajándékcsomagot mindenféle lámpákkal meg elemekkel, és ez is köztük volt, és nagyon-nagyon jó szolgálatokat tett, mert hogy ezzel világítottunk, de egyébként fel voltunk fegyverkezve. Olyan világítást kapott, hogy komolyan mondom, ez is egy ilyen menekülés útvon lehetnek, mint egy másik szakma később, mert hogy úgy bevilágítottuk a helyet, hogy elképesztő. Arról mesélj, hogy milyen 2 fokban kint aludni. Hát, azt mondanám, hogy kellemes, tehát, hogy nem ez jutott eszembe hajnal 2-kor, amikor már rángattam magam ki alól ki a takarót, mert hogy a sátornak a legalsó rétege az egy takaró volt. Amit mondom, leterítettem, és akkor arra jött egy ilyen hőfólia, arra jött egy derékaj, arra jött a hálózsák. Na most ez kép
képest majdnem megpusztultam, olyan hideg volt. És hajnal kettőkor így rángattam ki magam alól, hogy be tudjam magam takarni. De a legnagyobb probléma az egésszel az volt, hogy ez egy ilyen nyári sátor, ami ilyen két rétegű, és ugye alapvetően úgy alakították ki, hogy ezt így átjárja a szél, meg átjárják a fúvallatok, hogy azért legyen bent egy kis levegő is, volt, meg hogy ne legyen marhára meleg. Ónos köcitálás. Aha, volt egész úgy, éjszaka. Úgyhogy tök jó volt tulajdonképpen. De ránéztem a telefonra, és mi várható? Köd. És de akkor már benn volt a sátorban. Igen, és az egész sátor rettenetesen nedves volt, de a legjobb az egészben az volt, hogy reggel kelek föl, nagy nehezen ott átöltözködöm, meg a sátor még nekem is kicsi, most képzeltétek el, hogy mekkora lehet. Átöltözködöm egy nagy nehezen, tényleg, mint hogy ilyen Houdini is ilyen szabadonú művész lennék. Alsót cseréltél? Alsót is cseréltem természetesen. Hát ugye a régi fotókra tekintette, és keresem a kabátomat, mondom, hol a francban van a kabátom? Kimentem, mondom, biztos a teraszon hagytam. Nézelődik így össze-vissza, és a sátor tetején volt. Az olyankor jó fölvenni. A sátor tetején volt a kabát, csuromvíz volt. Na látjátok, meg gondolnád értelmes emberként, hogy megcsináljuk ezt a kis projektet, a Balázs elhívja a Janit, megcsinálják az élő bejelentkezést, és utána Balázs azt mondja, hogy Jani, gyere be a vendégszobába, ne fagyjál meg. Mi történik? Ez a fiatal ember egész éjszaka kim van. Tehát igen. Ez eszedbe se jutott, hogy behívd, ugye? Viki volt végig, hogy hívd már be, hívd már be. De hogy szereti, de ne csinálni, hívd már be. Mondom, figyelj, nyitva hagytam az ajtót. Mondom, bármi van, rátörnek, nyers. Mondom, elhúzza, bejön, lefekszik a kanapéra. De Janit ismerve, hát az egy teljesítetlen küldetés lett volna, ő egyébként kettőkor meghunyászkodott, bejön a meleg lakásba. Én hajnali, hát ilyen 4:30-kor, ugye most közelről indultunk, ébredtem arra, hogy már fönn van, már motockál, már ott eszit, veszi a dolgát. Tehát végig csinált. Egyébként hősiesen, de nem volt meleg, tényleg, szóval tehát ennyi, volt meleg. Tényleg enyhén szóval sem. Akit mindenképpen meg kell említenem a projekttel kapcsolatban, az tényleg Viki, aki egy gondoskodó tyúkanyó módjára, már mielőtt elindultam volna otthonról, már küldözgette nekem a képeket, csináltam rizslisztes szilvás pitét, itt lesz egy kis vitamin smoothie, van benne egy csomó gyömbér is, remélem nem lett túl sok, nehogy megfázzál, és utána ő egyébként nagyon-nagyon cuki, meg nagyon helyes módon lerázhatatlanul hozta nekem a ízét, csomagoltam el egy kis szilvás pitét még, nem kertbe, tudod. Na, annyira aranyos volt, hogy de gyere be, igen. Figyelj, nem, mindenképpen lent, megaludhatsz, azt mi szintünkre ugyan ne gyere fel, de a pincébe, hát az a, legalább száraz az a beton. Lefőzött egy nagy adag, tehát én direkt eldugtam, hogy megvárjam, míg kihűl. Mikor kihűlt, akkor kivittem a Janinak, úgyhogy abszolút, én így értek el, én is nagyon gondoskodó voltam. Tehát, hogy jól tudod esni az embernek. Pont 6 perc szóval aludtam, mikor ott hagytam. Nem, nagyon sokat nem filóztam rajta, hogy lehet. Jön Bali a teába, mondja, hogy figyelj, termosz, izé most kapták, küldték ajánlani, valamiben rakunk neked kis, vagy ilyen fél liter forró tea, tényleg, hogy esetleg fáznál, biztos nem, de ha esetleg mégis, jó, megfogtam a teát, beraktam a sátornak a nyílásába, akkor elköszöntünk egymástól, megyek be, mondom, a rohadt életbe esik az eső, nem, a tea felborult, nem. És kiömlött a sátornak az előterében, tehát a lábamnál az egész csupa víz volt, úgy kezdtem el a lefekvést, hogy fogtam, kihúztam a takarót, és kicsavartam belőle a teát. Jó, hát ehhez képest azt, hogy reggel a Balia utoljába beleültem egy banánba, hát ez most érdekes. Jó, hát az már csak egy ilyen vége volt. Bali, mi ez? Mondom, úristen, benne ülök egy banánba. Mondom, isteni szerencsé, csak egy banánba. Bármi lehet. Hátsülésen ott a gyerekek ülnek, az ő teritoriumok, ott bármi lehet, mert az én autóban minden meg van engedve. Ja, hátra ültetted? Hátra, mert ugye Viki ült a jobb oldalon, és hát Janinak hátra kellett ülni. Ráadásul ben volt egy gyerekülés, tehát amellé, és ott meg pont egy banán. És nem volt egy zsenge gyümölcs, csak mondom. Igen. Hát egy picit már inkább komposzt jellegű volt. Úgyhogy így indultunk, reggel. De nekem is egyébként szörnyű volt, mert hogy egy hideg kocsiba kellett beülnöm, szóval hogy komolyan mondom, 4:30-kor felébredtem, kicsit még kilógott a lábam paplan alól, az nagyon fázott, úgyhogy nekem sem volt könnyű éjszakát. Azzal álmodtam, hogy bejönnek a házba, mert ugye az ablakot azért neked nyitva hagytam, és folyamatosan ilyen zajokat hallottam álmomban, és mindig azt gondoltam, hogy kirontok a lépcsőről, és azt látom, hogy 2-3-an jönnek föl, úgyhogy téged már nagyon vertek a kertbe. Tehát nem egyébként nem voltam nyugodt éjszaka, de ilyen álom szintjén jelentek, hogy valami nem stimmel. Hajnal kettőig tényleg ilyen vízióim voltak, mert egyrészt ugye nem tudtam aludni, amiatt, hogy rohadt hideg volt, kettő nem tudtam amiatt aludni, hogy előtte hallgattam egy másik kereskedelmi rádiónak az esti hogy sláger összeállítását, és nagyon bizarr számokat hallgattam így este. Egyébként szegény anyósomnak a kis kézi rádióján kiúszható antenna, óriás klasszik volt az egész, nagyon jó volt. A másik pedig az, hogy folyamatosan azt foglalkoztatott, minden zajra azt hittem, hogy ez a hülye ki fog jönni, és valami kis, hogy hívják, terrortámadásban gondolkodik ott a sátornál, és össze-vissza fogom magam csinálni. Végig bármi zaj volt, hogy mi ez? Hogy? Igen?
Ez a rajta biztos most jön. Mit fog kitalálni? Igen, jó lett volna, meg James már annyira elfáradt, még így ilyenfél egykor még rá lehet edezni, hogy dobálom a sátradat. Kicsit tudod, a karókat kihúzod. Medve jelmezbe megjelenek, morgok kettőt, nyestként elkúszok ott, tehát még lehetett volna, csak már nem volt erő, elájultam aztán hát én is. És akármennyit is hegyvidék, ugye az ember azt gondolja, hogy egy persze, egy kis kellemes, kis környezeti zajok, mit tudom én, így itt motoz egy mókus, ott fúj a szél, itt susognak a fák, vagy ilyesmi. Nem, olyan alapzaj van, hogy be kellett dugni a fülemet, mert folyamatosan hallottam a közeli, nem tudom, autópályának a hangjait. Szerintem a nullás. A nullás. Nem tudom, hogy török belőtt mellett. Igen, az, ha nagyon nagy csönd van, akkor az behallatszik, igen. Fültugot nem vitte? Dehogy nem. Ja, azért, hogy csalódtam volna. Persze, nem, hoztam. Csak amikor meg bedugtam, akkor meg az ütött az eszembe, hogy na, így végképp nem fogom kiszűrni, hogy mikor kommandozzam a sátornak a környéket, mikor kapok egy partizán akciót. Nem, békésen magamra úsztam a kis meleg paplanomat, felvettem a fűtést 23,5 fokról 24 fokra a szobába, odabújtam a forró radiátorhoz, megöleltem, és nyálcsorgatva elaludtam, úgyhogy nem volt már erőm kommandozni. Lehetett volna. A Facebookon és az Instagramon, hát gyerekek, archiváltunk mindent. Persze. A Janinak most az Instagramon, azt hiszem talán a Facebookon is van egy nagyon kellemes ébredése, nézzétek meg, hogy János hogy ébredt reggel, sikerült egy videót csinálni róla. Nem hosszú, de annál hatásos. Igen, mindenféle a Instagramon, a Facebookon mindent megtaláltok, tényleg az összes kor dokumentumot. Igen. Úgyhogy jó mulatság volt. Na, egy-két hallgató, csak szólaljatok meg nekünk, hogy egyrészt mennyire van hideg, hogy vagytok, bányás sapka miért van rajta, hello? Védőfelszerelés. Jöttem tévét szétverni. Nagyon jó, jött a tévét szétverni. Hogy kapott annak a rész? Annak sárkány kis ügy. Az igen. Jézus Mária. Jézus Mária. Itt az elsősorban mióta? Hello, jó reggelt. Jó reggelt. Hát 6 óra előtt 10 perccel éltem körülbelül ide, de 5 órakor indultam otthonról. Azt a minden. Kocsival, gyalog. Busszal meg gyalog. Hűvös van, első nem? Ébredő vagy érkező ki volt? Tényleg. Mi? Hát gondolom, te 4-től, mert te mindenütt ott vagy, ahol mi is ott vagyunk. Igen, én mindig ott vagyok, ahol ti vagytok. Nagyon jó. Hánykor sikerült befutni? 5 óra 25-kor már itt voltunk. Egy héttel ezelőtt ott aludtak a rakparton. Na jó van, drágáink, hát akkor készüljetek majd, mondjuk, hogy mikor mit játszunk, jó? Apró játékok, nagy játékok, minden lesz. Van, aki gyermekkel, hát kicsi gyermeke, nem fázik? Nézd, csak ott van a Balázs bácsi. Hello, ciao. Szia. Nem fázol? Nem. Jól van. Anya melegít így a nyakba. Hova indultál Ferenc olyan nagy elszántsággal? Láttál még valakit? Bemennék már, ja? Rohadt hideg van, azon gondoltam. Figyeljetek, felállítottunk ilyen hőgombákat nyugodtan, jó? Gyerekek, asszonyok, aztán a férfiak, ha odaférnek, melegedjetek, jó? Van egy-két ilyen kis melegítő részlektek, hát ha tudunk egy picit melegebbet varázsolni. Hát ha följön a nap, akkor talán már jó idő lesz, ennyit tudunk ígérni. Föl, nem véletlenül nem járunk. Fokra. Nem járunk már nagyon, igen. Ilyenkor kitelepülni. Kint alszik, nem? Na, elmegyünk egy picit hírezni, jó? Aztán játszunk, és mondjuk majd, hogy mit játszunk. Lesznek természetesen helyszíni játékaink, 7 óra után akadálypályás játékunk van, 8 óra után csákányozósat játszunk, 9 óra után van benne valami, a régi Vágó Istvánt idéző, van benne valami, egy kicsit másképp, turmix, borotva, okosóra, gőzmosógép, gyerekek, viharlámpa, konyhai robotkép, a szakállán, Jani viharlámpáját kijátszik, az ott hívják, az a múzeumba kerül. Ami kibírta az estét. És nagyon-nagyon szépen köszönjük annak a pár ezer embernek, nem kevés embernek, aki tegnap lájkolt a Balázs hivatalos oldalát, ugye jelenleg 167.979. Yes! Ez sajnos dobott rajta egy kicsit. Ne felejtjétek el, 250! Szerettem a bejelentkezést, de ilyen 159 vagy 160-ról ment fel 167-re. Tehát ez... Sajnos a bejelentkezést én is szerettem, tehát ezt nem tudom letagadni, hogy ez nem volt jó. Csak ugyanakkor meg az a baj, hogy közben exponenciálisan nő. Tehát ugye egy 7000-et felugrottunk 250-re. Lesz még kitelepülésünk novemberig, hát ha ott alszik a Jani. Igen. Igen. Jobban rá kell készülnöm. Na, elmenjünk hírezni, jó, aztán jövünk már is a játékok. Friss közlekedési híreket csak úgy, mint eddig mindig várunk. Annak ellenére, hogy kitelepülünk, írjátok meg ki, hogy ébredt, kivel mi van. És akkor már is folytatjuk. Gyorsan, egy-két SMS. Egy hete még tengerben fürödtem. Szerintetek hol vagyok? Pusz. Hol vagy? Itt vagy? Itt vagy a kitelepülésen? Nem vagy itt a kitelepülésen. Akkor írd meg nekünk, hol vagy. De még mindig ott. Igen. Azt, hogy itt állok közvetlen előttetek, és nagyon szeretnék veletek játszani, fekete fehér, igen, nem. Mert legutóbb nem sikerült, lemérem, a szerencsés lesz. Legyalogoltam a lábam, de elszántságom határtalan. Betty, hol vagy? Hello, Betty. Ja, te meg is szólaltál, igen. Azt mondja, hogy... Micsoda? Jani, szeretnénk szponzorálni őt, korona gyógyszertár. Lehet, hogy szükség lesz rá. Feri szeretném óra se tanítani fekete-fehér igen nemben. Aztán
Janinak munkát ajánlok november után, írja egy hallgató, ilyen ő írta nekünk, így van. Vagy a budai oldalon vagytok, nem a pesti, jó volt a videó. Már milyen budai oldal vagy pesti? Aha. Hát nézd, Buda őrs tulajdonképpen tényleg a budai nevében is benne van. Igen. Igen. Mert ha azt hittek volna, hogy nem az őrsi oldalon vagyunk, hanem a budai oldalon, akkor még azt így valahogy így elfogadjuk. De hát Budán csak a budai oldalon lehet az ember, nem? Igen. Na, hát mindenesetre, hogyha mondjuk Győr irányba halad valaki, az M1-es irányba, akkor balkész felől vagyunk. Annyira nem nagyon lehet ezt eltéveszteni szerintem. Világít a stúdió, szépek vagyunk, tessék jönni. Így van. Azt, hogy egy héten belül másodjára kerünk 3:30-kor, csak hogy láthassunk titeket. Itt van az Euronix előtt, itt vagyok, 29. szülinapon van. Ó, Timi, hol vagy Timi? Timi, boldog szülinapot! Szia, Timi. Na, hát van egy személyes köszöntésed is. Gyerekek, 21.372 néző. Nagy pacsi nektek. Annyi volt a live-unk, de aztán már nem 22-re. Igen. 22-re szaladt még. Igen. Na, ha valaki esetleg kifotózta csak a számot, mert én közben rájöttem, hogy ugye miközben megy az élő bejelentkezés, hát ez most tanulom ezt az egészet, ott megjelenik neked, hogy hány ká nézi. És ezt csak úgy tudod utána, mert ez nem marad meg, hogy nyomsz egy tehát kifotózod élő bejelentkezés közben. Hogyha valaki ezt megcsinálta, küldjetek már, hagyd küldjük el a Tibinek. Ja, igen. Nem. Ha valaki véletlenül kifotózta az e-mail címünkre, vagy SMS-re, vagy valóban, ne SMS-re, e-mail címünkre, küldjetek már, hogy a Tibinek hagyd küldjük. Tibi biztos, hogy kifotózta, és otthon föltette a pincében a mágnes táblára. Kézzel, hogy egyébként baromi jó arc volt, baromi jó arc volt, nagyon jó arc, mert írt tegnap este, és hát azért ő valóban a Facebook szakértője, ő azt írta, hogy 25 milliós oldalakon, tehát amit 25 millióan követnek, ott szokott ilyen nézőszám lenni, vagy még ott se. Tehát a 25 millió követővel rendelkező Facebook oldalon vannak mondjuk egyszer egy élő bejelentkezésen, mint a 20-22 ezeren, azt mondta, hogy ez brutális szám. Tehát gratulált. A Facebook pápája. Meghajtott a fejét. Meghajtott a fejét, a Facebook pápája. És gratulált, azt mondta, hogy ez valami elképesztő. Igen, elképesztő, hát mindegy, hát most persze. És meg is éri szerintem, most hogy eltekintve a kis mellhártya gyulladásra, meg hogy rohadt banánszagú mindenem. Tehát, hogy... Nézd, én már nem volt visszaút, ezt meg kellett csinálni. Hát ezt meg kellett csinálni. Na, elmegyünk hírezni, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 6:30 múlt, pontosan 5 perccel. Egy jó kis gaga, hát egy gaga mindig segít, átsegít a hidegen, a melegen. Hát nem tudom, a Janit elnézve, átsegítette volna tegnap este. Szerintem nem. Igen, Jánosnak egy forró tea kellene. 6 perc, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, kell fel a nap. Itt vagyunk ugye az Euronix áruház előtt, és csak mondjuk, hogy aki nagyon fázik, be tud menni az áruházba, csak mondom, mert 6 órát, hogy nyitva van. Tehát be lehet menni nézelődni, úgy csinálni, mintha vennétek valamit, akár lehet is, és közben az ember átmelegedik. Lelkes vásárolóknak pedig mondjuk, hogy ma a tiszteletünkre, képzeljétek el, hát milyen drágák, kinyitottak, már 6 óra óta nyitva vannak. Nagyon jó fejek, nagyon szépen köszönjük. Így van, köszönjük szépen. Na, azt mondja, hogy a leálló sávon az M30-as autópályán 16-os kilométernél Miskolc felé két kamion áll. Festékes Krisz küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy Dombóváron a Teleki Népköztársaság kereszteződésben kint a háromlábú. Az milyen lehet a Teleki Népköztársaság kereszteződés? Oh. Népköztársaság, hát milyen gyönyörű, milyen gyönyörű szó. Na, játszunk akkor egyet, jó? Egy fekete-fehér igen-nemet. És hát ha minden igaz, akkor már itt is vannak a játékosaink. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. 5 perc, 7 óra. Hello lányok, ciao, jó reggelt, kezdjük. Sziasztok. Hello, kit hogy hívnak, csajó? Én Tünde vagyok. Tünde. Én Gabi. Tünde, Gabi. Barátnők vagyok, csak a hideg miatt bújtatok össze, és azóta egy... Kolléganők. Igen. Innen egyenesen a munka. Hova? Mit dolgoztok? Mit csináltok? Budaörsen megyünk, és egy optikai cégnél dolgozunk. Az jó. Hát ez milyen szerencsés, hogy itt vagyunk Budaörsen, és Budaörsen mentek dolgozni. Hát ez nagyon jó. Az mi nagyon is örültünk, hogy ide kell jönnünk hozzá. De jó. És milyen szerencsés, hogy nem a konkurenciánál dolgoztak a másik oldal, és nem mondtátok. Igen, mi durva lett volna. Mi dolgozunk szem, az ember is. Na, kivel játszanátok, vagy hát ki játszik közületek, lányok?
ki a bátrabb? Szerintem én játszom, és Janival szeretnék. Jaj, szegény, nagyon szép békén, kint volt a hidegben egész éjszaka. Pont ezért. Gondolod, át van fagyva, le van kicsit bénulva. Nem, most nem nagyon forog a nyelve, nem tudnék boldogáltani egy leányszállót, de szerintem menni. Dehogy nem, dehogy nem. Van ott még más tartalék is, igen. Jó, hogy állunk egyébként? Mi a helyzet? Mennyi az állás? Ugye a heti állásunkat elvesztettük a hetet szerintem. Azt hiszem, hogy ez megnyugtató. De azt hiszem, hogy bukott, tegnap is elbuktuk szerintem. Mindegy. Ha elbuktuk, akkor 3-1. 3-1 lehet szerintem is, igen. Jó, oké, na figyeljetek, akkor indítjuk a játékot. 3-2-1, és tessék, hajrá. Szia, Jani. Szia. Mesélsz nekem, hogy nem fagytál el teljesen? Nem fagytál el teljesen. Szívesen mesélek adáson. Jó voltál, Jani. Meg se szólalj, Jani, meg se szólalj. Hát figyelj, ez egy óriási tapsot érdemel. Hát ennyi. Na és 2-2 volt tegnap, úgyhogy 3-2-re miénk ez a hét is. Hát ez meg aztán pláne. Hát, behúztuk? Csajok, nem volt egy hosszú játék. Szerencse nem jöttetek messziről, és nem is mentek messzire. Így van, köszönjük. És ráadásul nem csak a Morning Show ajándékcsomagod van, hanem itt egy kis pluszt is kapsz tőlünk az Euronix jóvoltából. Van egy high-tech prémium rúdlámpád, az mindig jól jön, ugye? Igen, azt hallottuk Janitól is. És egy energiabankod, jelentsen ez bármit is, hogy szoktam ott mondani. Az nem rossz. Powerbank, ami otthon föltöltetik, akkor azt a telefont be tudod dugni, és akkor mindig van nála a telefontöltő, amire rá tudod dugni a telefonodat. Nagyon jó. Köszönöm. Köszönjük. Akinek az íbetűse van, az nagyon nagy szerencse, mert hogy kb. Fél napot bír, ha mondjuk fél éves már az íbetűsed, úgyhogy az nagyon jó. Csajok, használjátok egészséggel. Köszönjük. Jó? Köszi, puszi, sziasztok. Ciao. Iszok valamint, mert kiszáradt egy kicsit. Igen, sok beszéd, mi? Ennyi. Látod, hát vannak, akik küzdenek, meg fél percet végigjátszanak, vannak, akinek meg se kell szólalni a játék alatt, és úgy húzzák be János. Hát ez abszolút a terényen. Csajok, köszi, sziasztok. Ciao. Hello. Na, jó van, hát akkor meg behúztuk. Behúztuk a hetet, gyerekek, ez a helyzet. Na, azt mondja, hogy nem bírlak, nagyon bírlak titeket, srácok, itt vagyok, nézlek titeket, de a kocsiból nem tudok kiszállni, annyira hideg van. Kitartás mindenkinek, Dominik írta neki. Villancs egyet a lámpáddal. Valahol itt áll. Valahol itt áll, de nem tud kiszállni, ott van. Igen, integetek, ott van. Nem tud kiszállni. Nézd, nagyon jó, megjöttek, de nem szállok ki, mert hideg van. Nézd meg az egyik videónkat fönt a Facebookon, abból erőt tudsz meríteni. Igen, hogy mennyire. Igen, hogy vannak dolgok, amik nem változnak. János hidegbe se fázik. Tehát az ébredéses videót ajánljuk mindenkinek, érdemes megnézni. Igen. Egy perc a 7 óra, jövünk újra a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, a Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát még az is lehet, hogy sütni fog a nap. Így a végére. Igazából. Sőt, ez biztos csak nem látszik majd a felhőktől. Igen. Igen, ez igaz. Hogy közel baromi felhős az ég. Jó, de így is örülhetünk át, hogy gyakorlatilag egész héten folyamatosan esett az eső. Ehhez képest ez egy gyönyörű időjárás. Csodaszép. Tényleg, óriási. Tényleg, tehát hihetetlen mászlik van. Szinte minden. Írja nekünk egy drága hallgatónk, hogy nincsen nosztalgiázó érzetünk, vagy nosztalgikus érzet, mert hogy nem régiben itt repültünk, nem messze innen egyébként. Ez igaz, a Budaörsi repülőtéren. Egyébként tényleg így van, a Budaörsi reptéren pár évvel ezelőtt. Hát nem régiben az. Igen. Én tudom, 2-3 éve, mikor volt ez a repülős kitelepülés, amikor te is repültél héttől, Feri ugye aztán felment. Milyen szép, azért még nem kaptunk büntetést, pedig volt. Anyád, minden, igen. Te 8 órától helikoptereztél egyet, igen, és Feri helikopterezett, én motoros sárkánnyal voltam fent. Yes. Teljesen beteg volt az is. Egy Trabant motorral, meg egy nagyon kedves úri emberrel fönt, gyakorlatilag egy ilyen lélekvesztővel, el se hittem, hogy fel tud emelkedni, meg fent tud maradni. Ez csodaszép volt. Hát és akkor ott volt ugye Balázsnak a szárnyra kiülős. Az volt 9 óra után, így van, a Budaörsi reptéren, az A2-es szárnyán kiülős. Hát teljesen beteg dolog volt az is. Azt hiszem, azt se tudtad, hol vagy. Nem is értettem. Én azt minden reggel megnézem azt a képet, ahogy bejöttök a stúdióba hozzánk, van egy ilyen előtér, és ott ugye van a Morning Show történetéről, meg a rádió történetéről egy csomó fotó, az, ahogy így ülsz, és hát kapaszkodsz, azt minden reggel szeretem. Figyeljetek, az volt a fantasztikus, én mindig, amikor arra gondolok arra a repülésre, akkor az első, ami eszembe jut, hogy mindenki kőprofi munkát végzett, de tényleg bárkivel ott kapcsolatban létünk, bármilyen partnerünk, hogy mindenki full profi volt. Egyetlen dolog hibázott,
a fejtámla. A széken nem volt fejtámla, és amikor megindult felfelé a gép, én már elkezdtem rajta gondolkodni, hogy mondom, ez jó lesz neki? Hát ez azért megy egy pár száz kilométer órás sebességgel, és aztán amikor leszállt, akkor mondta, illetve már fönt is mondta, hogy hasizomból tartom magam, nem tudom, hogy végig tudom-e beszélni a megszólalást. 250-300 kilométerre megy a gép, hát ugye fel kell szállni, van egy felszálló sebesség, és az hasból kellett tartani, és nem tudtam hanyat dőlni. Hát ez a hanyat dőlsz, összetoljod magad, mert mögötted ugye már ott van a semmi, tehát nem tudtál semminek neki támaszkodni. Igazából, illetve egy kicsi támlája talán volt a széknek, de igazából deréktől fölfelé nyomott hátra a 300 km/h. Aki ment motorról, az tudja, hogy már a kettő is elég kemény. Tehát az már azért úgy combos. Nagyon súlyos volt. Nagyon volt az egész, igen. Na, itt vagyunk, azt mondja, hogy nézzünk egy-két SMS-t, mit írnak. Ami hallgatóink, párommal mentünk volna a kitelepülésre, de közben itt a szülés. Vagy ott szülünk az Euronix előtt. A babának egy ajándékcsomagot adtok. A babának jó egészséget kívánunk. Igen. És levezetjük a szülést. Ha véletlenül itt lenne, akkor megoldjuk. Megoldjuk. Stabil oldalfekvő. Ja, az nem az. Hát próbáltad úgy is, de ezek szerintem. Az más volt. Igen. Azt másról tanultuk. Anna megírta, hello Anna, a 2013 5.29. Ő egy lexikon, akkor volt a repülés. Anna mindent tud. Ez több mint 3 évvel ezelőtt. Atya úristen. Na, azt mondja, hogy itt állok a hidegben a középen, Fótról bicikliztem, csak hogy lássalak titeket. Hol vagy? Hol a Fóti bringás? Nagyon, jó reggelt kívánok. Nagyon szépen köszönjük. Ott a bicikli? Ott a bringa, ott vagy te. Fótról? Csak ezért? Le a kalappal. Köszönjük. Köszönjük szépen, nagyon helyesek vagytok. Én vidéki vagyok, de Fót az Deverre van, ugye? Az nagyon nem. Azt a mindenit. M2-esen kifele. És nyilván az így jöttél, M1-M1-t kifelé. Az gyönyörű, igen. Az, hogy Atkárnál, összekötőhíd lezárva, Gyöngyös halászról és Gyöngyösre csak 10 km kerülőbe lehet eljutni. Hármas út valószínű, ez hónapokig tartó felújítást eredményez majd, úgyhogy vigyázom mindenki. Pesti alsórakparton lassú a haladás, valami Budaörsön, a Károly Király utca és a Csata utca lámpás kereszteződésében sárgán villognak a lámpák. Na, a helyszínünk pedig ugye az Euronix áruház, ami már egyébként nyitva van, tehát be lehet menni, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne bent körbenézni. A kedvünkért 6 órakor kinyitottak, úgyhogy tudtok menni. Mi pedig játszunk egyet, mert hogy van egy játékunk, méghozzá egy akadálypályajáték, ugye ezzel indulunk tulajdonképpen. Akadálypálya. A lényege a játéknak a következő, mi megcsináltunk itt az Euronix áruház előtt egy szlalompályát, és párok játszhatják majd, ugyanis egy valakinek bele kell ülnie, vagy rá kell állnia arra a bevásárló kocsira, ami olyan bevásárló kocsi, aminek ugye stabil az alja, tehát amire ilyen nagyobb dolgokat tudsz tenni, tévét, vagy mit tudom, mikrohullámú sötőt, arra kell majd ráállni, és körbe tolni a párodat ezen az akadálypályán, úgy, hogy minden akadályt ugye kívülről kell venni. Nem tolhatnának engem? Nehezítsünk! Ja, az hozzáértél, az úgy föl is jött. Ez direkt ilyen, addig az ilyen billenős. Igen, amikor rá teszed a súlyt, ugye onnantól kezdett tolni, ha fölengeded, akkor fékez. Igen. Vagy nem, de minden. A masszív rúgó van benne, mondjuk a Ferire nem nagyon moccant be, de engem valószínűleg átdobna az Euronix áruházon a másik oldal. Igen, arra rá, mint egy ilyen dobbantó, mint igen. Egy katapult. És ugye végig kell tolni mindenkit ezen a szlalompályán, mi pedig megnézzük, hogy a két pár közül ki az, aki a jobb időt futott, de ők kapják majd az ajándékokat. Két pár. Nagyon jó ajándékokat. Nem kettő, kettő fél. Szia, hanyadik hónap? 38. hét. Nagyon jó, 38. hét, valaki számoljon. Esélytelen, hogy ezt ma reggel én átkonvertáljam. Tehát, hogy annak már jönnie kellett volna, még bent van a helye. Még kettő van vissza. Két hónap vagy két hét, segítsetek. Hét. Dinamikus tolófájdalmakat kívánunk, ahogy ügyesen gyertek majd elő, vagy gyere elő, ti bocsánat. Ti már játszotok? Játékra vagytok? Igen. Mondtok nekem neveket, jó? Hogy kit hívnak? Bondi és? Anita. Együtt vagytok? Vagy itt verődtetek észre? Nem, csak így beállt. Szerintem Bondi a férj. Igen. Gratulálunk, megvannak, akkor Bondi és Anita. Anita, első gyermek, Anita? Igen. Na, és hogy áll a babaszoba? Szuperül, nagyon szép, minden fehér. Minden fehér? Igen. Én még nem tudjátok, hogy milyen nemű lesz. Nem, én akartam, egy kislány lesz. Ó, neve van már? Petra. Petrának fogja kívülni. És mivel ijeszgettek a rokonok, hogy mi volt a legdermesztőbb, amit hallottál, hogy majd... Hogy nem fogok aludni éjszaka. Jöttek ezzel a nagyon hülyes, aludt ki magad előre című nagyon hülye dumával?
Ez a szörnyű. Egy picit mindig azt érzem, hogy ilyenkor egy kicsit kívánják is neked, hogy, hogy ne aludjon a gyerek, ne aludjál semmit, te se, és főleg, hogy a végszem aki nem aludt, ugye? Igen. Fog aludni, mert rendes kislány lesz. Na, tessék, ez a pozitív, ez a helyes hozzáállás. Ki fog tolni kit? Az elképzelem, hogy Bandi áll fönt, és Anita pedig küzd vele. Még 2 hét van hátra. Annika, ment leszed a szülésen? Hát, még nem tudom. Valahogy egy nyomás, hogy benne legyek, de nem tudom, hogy szeretném látni. Aha. Állj a fejéhez, akkor nem látsz semmit. Persze, hát, majd... Ha bent leszek, akkor ott leszek. Vagy állj el rögtön az elején, és akkor is megúszod. Majd a következő 2-nél benne leszel. Az univerzum egyik legnagyobb rejtélye a mini DV-kre forgatott szülés, nem? Szóval, amikor apuka megérkezik egy DV kamerával, leül anyukának a blendéje elé, kiabál, hogy 2 centit tágult, kim van a feje, és nagyba kamerázik. Igen, sunak közelivel kezdesz, és onnan nyitsz ki. Felfoghatatlan. És hogy ezt levetít. A családnak aztán. Gyere, sokszor beszéltünk, hogy szenteste a család körbeülője a beiglit, és nem megnézi mama ikerszülését. Szóval, hogy kielemzik a placentát, és megnézik, hogy papa hogy vágtál a köldökzsinórcot. Lesz videózás? Nem engedem. Nem, persze, általában esetleg felkerül a netre, vagy ilyesmit. Egyébként én mindenképpen ajánlanám, ennél közelebb egymáshoz nem kerülhetek. Onnantól kezdve már nincsenek titkaitok a másik előtt. Tehát, hogy egyébként csodálatos élmény, én benn voltam. Ott sertepertéltem, sürögtem, forogtam, még nem szólt a doktor úr, hogy az osztályos főorvos, mert ő is bejött egyébként segíteni, mert a kislányomnak nem volt kicsi feje, most sincs, mondjuk Balázs méretéhez képest így is eltörpült, de ettől független nem volt egyszerű, és aztán mondták neki, hogy elnézést, uram, hogy menjem már be az a sarokba, és akkor onnan integessen, onnan mosolyogjon, onnan aggódjon, egy picit útba van. Nagyon kedves uram, hogy itt sertepertél, értem, hogy videózik, 2 szobával arra van a felesége. Legyen szíves, aki 326-os bátlenik. Nagyon jó, kint van a feje, uram. Erzsi vagyok. Uram, 2 szobában arra lesz. Ereszel a kezét a maga felesége. Másfél óra maga következik. A maga felesége 3 órával ezelőtt megszűnt. Kicsit meg tudod csinálni. Már hazai segítek a gyereket. Jaj, hát ez egy borzasztó stressz, szóval erre készüljetek igazából. De én nem akarok benneteket ijeszgetni, de maga a szülés, tehát sosem felejtem el, amikor éjjel 00:30-kor nagyban pingpongoztam egyébként a barátaimmal az egyik barátom lakásán, majd jött az SMS, hogy ugye elfolyt a magzatvíz. És hát az egy ilyen extatikus állapot. Hát szóval visszaírtad, hogy még meccsben vagyok. Bizony, hát szed hátrányba érted egy ilyen hír, azért nagyon rosszul tud élni. Egyrészt vesztésre álltam. Tehát innen indult a dolog. Kettő, hogy annyira meglepődtem, hogy talán megkérdeztem, hogy a tiéd? Vagy azt kezdem, hogy kié? Tehát, hogy ez volt az első reakció, amikor minden másodperc számít, majd leesett, hogy valószínűleg kié lehet, szóval azért olyan nagyon sokan nincsenek most ott a családban, akiknek elfolyhat a magzatvize. És akkor emlékszem, hogy Csepelen voltam, onnan át kellett menni, akkor még Pesszent Imrén laktunk, és hát figyelj, elképesztő. Tehát az egy ilyen űrült rohanás, amikor azt hiszed, hogy lemaradsz a gyerek szüléséről. Szirénázol hangosan, úgy mész a kórházba, mindenki anyázol, aki nem megy le előtted éjjel 3-kor. Ne szállj anyomtat, hogy Nino. És rettenetesen meg vagy ijedve attól, hogy nem érsz be. Nem érzi a kórházba. Igen, Viki most megírta, azt írtam neki, mikor megírta, hogy elfolyt a magzatvíz, hogy azt írtam neki, hogy ezzel ne viccelődj, léci. Igen, ez egyáltalán nem tréfás. Ezzel léci, és ne viccelődjél. Ez nem tréfa. És utána tulajdonképpen nem is érted, hogy hogy csinálod végig az egészet. Nem? Szóval, hogy nagyon fura állapot. Útvonalat lepróbáltátok már? Tényleg. Igen, közel lakunk a kórházhoz, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Uh-huh. Hol szültök, tudjátok? A Jánosban. Azt még nem zárták be? Ott már nem ilyen ókori romokat kellett volna belépet szedni a János kórházba? Hát ott már régen amfiteátrum már kellett volna nyilvánítani. Tudod, hogy lesz a szülés? Na maguk azok, akiknél beszólt a sebestjén. Ha megküldjön csak fel. Igen. Na, akkor be fogják bizonyítani az ellenkezőjét. Tehát, hogy minden nagyon patent lesz, egyébként szerintem nincsen vele semmi gond. Gyerekek, a miénknél nem lehet borzasztóbb már az első gyereknél, a második az kiváló volt. Első gyerek, megérkezünk, Viki mondja, hogy nagyon fáj a hasa, ugye hát tolófájások, nem tudom, hogy hívják, ez konkrét, amikor egy orromban megvan a baba. Megérsz, hogy zabáltál mind. Nagyon-nagyon készséges, nagyon aranyos nővé, rezenéstelenül adok algopirint. Kiváló. Amit már fejfájásra se veszel be, tudod, mert nem mulasztja el. Tehát, hogy igen, algopirint, na mondom. Érted, jó, hogy már nem egy fakkanalatot erre harapjon rá. Ott az a magyar egészségű, csodálatos történet. Bandikám, téged mivel láttak a haverok, milyen információval? Hát igazából én vagyok az első így a baráti társaságban, akinek gyereke lesz, úgyhogy... Hány éves vagy, Bandi? 28. Édesem. Egény. Igen. Ó, édesem, hát ha előbb találkozunk. Mert jó bor, meg kell arra érni. A többieknek még senkinek? Senkinek. Hát semmi, még barátnők sincsenek, szóval. Még barátnők sincsen. Hát semmi, akkor jó belehasítottál. Semmi értelmes ötlet, semmi jó tanács, semmi szakirodalom, intim együttlét, áldott állapotban, képeskönyv. Nem? Semmi. Semmi, basszus. Figyelj, nektek is van olyan érzésetek, amikor együttlét van, hogy olyan, mint valaki nézne?
Nincs? Hát eddig nem volt. Nem volt? Nem. Most, hogy szóltál, hát de már egy idő után, így egy idő után már azért nem tudtunk egymásé lenni, mert én azt mondtam, hogy érzem, hogy figyel. És ez... A végét nézi. Jó, és ez ad egy olyan furcsa dolgot, mintha a szobában még lenne valaki, és figyelne. Imrén volt a régi szomszéddal. De nem, tényleg ilyen. Tehát egy idő után már azt mondta, hogy most már egy hónap megvárom, szülessen meg, de szent meggyőződésem volt, hogy ő ezt belülről egyébként ilyen átértékel, és nagyon kuncok magába. És valahogy annyira bizarr volt, hogy azt mondtam, hogy nem. Na jó, van ennyit erről. Oké, mit játszunk? Ja igen, szóval igen, tologatunk. Megvan a másik párunk? Meg, mi szerintem ti vagytok. Ádám. Szonya. Ti is egy pár? Mi vagyunk a csúnya kutyával. Nem csúnya, csak nekem nem annyira szimpatikus. Ez a kis bulterjel. Ez mintha ráesett volna valami a fejére szegénynek. Csoda szép kis kutya. Igen, hát a feje nagyon marcon a cuki kutya egyébként. Igen, nagyon rossz. Széttépett már két kanapét. Jézusom azt hittem, milyen durva lett volna, széttépett már két nyugdíjas nénit a játszótéren. Félre ismert kutyák a bulterjelek, nem a külsejükből kell kiindulni. Csoda jó. Igen, azért gyerekek a bulterjeket át 80%-ban kopaszok sétáltatják. Tehát ti üdítő kivétel vagytok, de tényleg. Tehát kopasz tetkosok sétáltatnak bulterjelet. Én gondolkoztam már a sérőváltáson. Idős néninél például, fiatal anyukánál, babakocsival, azért nagyon ritkán látok bulterjelet. De hogy néz neki már egy kopasz kigyúrt kis nyugdíjas? Néni. Én mondjuk imádnám. Zsivavával. Hogy ezt a fajtát választottátok, vagy miért? Hát én kiskorom óta ez a kedvenc fajtám, és szülnapomra kaptam. Igen? Igen. És barátságos, jó? Igen? Nagyon, nagyon. Tényleg? Igen, meg bújós nagyon. Igen, csak nem akarod, hogy bújjon. Tehát lehet, hogy bújós, csak az a fej, az ne bújjon. Jó fej, ezt Ronnának látod, nem láttam még kínai kopaszkutyát. De azt nézd meg. Anna, az meg a másik, amit az értelmetlenség maga, tehát biztos, hogy nem teszed ki estére, de nyáron sem, mert megfagy, nem tudom, láttál-e már ilyen kutyát, és hát gyakorlatilag ott a simogatást azt elfelejtheted. Mit se, a bőrt? Igen, és nyáron is nem meg annyira fázik. Felmelt az ágyba is a kutya, azt mondtad, hogy bújjon. Veletek alszik. Hogy bírod? Remekül. Szereted te is? Persze szeretem. De hogy ott az ágy végébe, vagy följöhet egyébként? Kettőnk között, mert mindig közénk bújik, nem hogy aludni. Úristen. Ha nem... És amikor lenne valami, akkor mondjátok neki, hogy menj már ki, légy szíves addig, amíg. Hát van, amikor meg tudjuk győzni, amikor nem. Jó, nézheted, de legalább a farkad ne csóvált. Annyira zavaró. Csak ott ül az ágy szélén, és finoman stíröl benneteket? Nem. Hát valamikor, de inkább... Az ágy szélén ül. Hát ezt szeretném, akkor egy ilyen ágy. Igen, nem, kiszalad és behozza a gumicsontját. Na jól van. Oké, ki kezdi akkor a játékot? Kezdjék szépen Mandiék, jó? Jó. Mi a leosztás? Ki áll a kocsin? Anita fog, hogy állsz, ülni. Ülni? Jó. Én pedig tolom. Jó, az ülés jobb azért, nehogy aztán itt eléduljon a szülés, hogy véletlen leesel a kocsiról. Igen, van egy kosár, és oda potya a tartalom. Három tornyot építettünk föl a termékekből, és akkor úgy kellene kerülni, hogy itt erre jobbra, ott arra, és amikor azt megkerülöd, ott a vége. Vagy legyen vissza, egy visszagyorsító szakasz? Hogyne, hát legyen vissza kell érni az alapszakaszhoz. Jó, persze. De addig nem indítjuk el a játékot, amíg Anita nem mosolyog legalább egyszer. Na, jó van. Jó, ilyenkor te sem mosolyognál, érted? Hát, 8 óra most erre sem már nem mindig mosolyogsz. Aha. Nem, ahhoz képest nem nagy. Anita, hát akkor foglald el a helyedet. Táskát beteszed, nagyon jó, azzal is nehezebb legyen. Nem biztos, hogy nem fordítva kéne ülni, hogy kapaszkodj, de te tudod. Egy hajlékony kismama név, meg törökülés. Igen. Jó, nagyon fontos, hogy be kell kötni, igen, így van, persze. Be kell kötni Bandi szemét, mert úgy fogunk végigmenni, hogy Feri majd megpróbál elét kézi mikrofon tartani, neked kell irányítani, ja. Ugye, hogy balra-jobbra kicsim, forduljál gyorsan, és az a lényeg, hogy mindent kívülről kell venni, amit Feri mutat, tehát nektek jobbra kell majd elindulni, aztán balról, végig ugye, hogy belül legyen nektek, vagyis mindig a jobb keze, mindig a bal kezednél legyen a az oszlop. Már az, hogy nem jön ki. Egyszer a bal, egyszer a jobb kezednél. Tudod mit? Nem, nézd az útvonalat. Igen. Igen, nem lesz egyszerű, tehát simán előfordulhat, hogy mondjuk a ne arra kicsim szívem, édesemtől eljutunk, a te barom állat mit csinál? Igen, miért neked szültem gyereket? Én remélem, eljutunk ideig, ezt imádnám. Úristen, miért neked szültem gyereket? Bandi, Jézusom, az anyám mindig megmondta. Milyen az anyossal a kapcsolat? Tényleg, Bandikám, hogy állunk? Jó, teljesen jó. Ajaj, de gyorsan mondtad. Úgy de gyorsan szabadulnál erről a kérdésről. Ja, gyorsan kijött beled a fél mondat. Mama ott ühtikedik körületetek? Szobát nem, rendez, jön, tanácsokkal lát el? Vidéki, úgyhogy... Messzire költöztek. Nagyon jó. Az jó. Igen. Három hónaposan Anita már kolbászt evett. Mama, van egy jó és egy rossz hírünk. A jó hír, hogy Anita terhes. A rossz hír, hogy te nagyon messzire költözöl most. Igen. Oké. Okay. Na,
Mehetünk akkor, jó, indítsuk el az órát, visszaszámolunk, és akkor tessék irányítani. Van óránk? Várjál, van óránk, előveszünk az órát. Minden van. Jó, és az a lényeg, hogy mindent kívülről kerültek, ahogy az utolsót megkerültétek, akkor itt egyenesen végig lehet visszajönni, jó? Gyertek egyenesen végig. Laca írta közben SMS-en, mikor mi szexeltünk a barátnőmmel, a kutya ugyanezt csinált egy plusz állattal. Az milyen, mikor és a kutya... És poszt váltotta, hogy ti is. A kutya leutánoz egy plusz állattal. Milyen, milyen odaadó jó száj. Nézd meg, hogy együtt mozog a gazdájával. Oké, okay. Na, indulhatunk? Megvagytok, Barni, Anita? Igen. Na, akkor 3, 2, 1 és Feri? Tessék! Adjuk be Anita mikrofonját, bekeverjük. Balra, balra. Nagyon jó. Egyenesen. Aha. Gyerekek, dőljetek hátra, ígyatok egy kávét, egy másfél óra alatt ez meg lesz. Akinek van dolga, később visszajöhet. Egyenesen, egyenesen. Balra, egy picit, balra, balra. Meg kéne tolni. Egyenesen. Haló. Jobbra, jobbra. Meg fog szülni. Egyenesen, egyenesen. Gyerekek, csak mondjuk, hogy... Nem érted, egyenesen! Igen, én szerintem Bandi most jön rá, hogy... Jobbra, jobbra. Jobbra, te hülye! Hátra, vissza, vissza! Vissza, hátra! Vissza! Jobbra! Vissza. Menj jobbra teljesen! Még, aha. Még, igen. Egyenesen! Jó, akkor jön az a gyerek, én látom! Állj, állj! Vissza, 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 vissza! Balra, balra! Ja. Úgy, ha fölborul a doboz... Előre, előre! Ha fölborul, vagy leesik előre. Bármelyik doboz, az plusz balra, fél perc! Balra, közben fordulj! Jó, már gyerekek, végén! Bandi, jó választottál, hogy előre, érzel? Előre, előre, hát balra, kezdek el bizonyítani. Aha, kemény az asszony, kemény az asszony. Anita is megkérdezném, a Bandi kicsit ráérős típusnak tűnik nekem. Jó, balra, Bandi, balra, azért, hogy ne kapkodj. Így van. Balra, balra, mindjárt balra, tavasz. Balra, kellett nekünk balra, az a néni, Bandi. Hát kellett az a néni. Az a gyógy, nem érdekes, gyere. A gyerekek, a következő történik, Bandi, Bandi, kettő kilométer per órával tolja végig. Állj, gyerek! Állítsuk le. Szóval Bandi 2 kilométer per órával tolta végig Anitát. Három darab oszlopot kell egyébként megkerülni. Úgyhogy ugye, hát Bandinak be van csukva a szemet. Nem mondom, hogy gyors volt. Nem, nem volt. Akarok hazudni. Nem folytak össze a fények, nem éreztem, hogy hiperúrugás hajtottak volna rét. Végre, hát tempós volt, de... De nem. De egy 17-7. Egy 17-7. Egy 17-7. Jó. De nem döntöttünk semmit. Ez gyenge volt. Igen, ezzel még számolunk. Majd veled számolnak szerintem. Oké, nézzük a másik párt akkor. Na gyertek! Jó, gyorsan, gyorsan bekötjük akkor a szemeteket, ugyanez a feladat, jó, és gyorsan akkor hát tulajdonképpen végig kell menni. Én azt gondolom, hogyha semmit nem csináltak, csak 4 km per órával végig toljátok a kocsit, akkor is gyorsabbak lesztek, mint Bandiék. Az elsőnek mindig nehezebb. Tényleg? Hát persze, hát érted, egy járatlan utat. Technológiát el tudod. Kitaposni. Kutyus, ne hozzam. Ne, kocsiba van. Ja, ide beültetnénk a fázik szegét. Fázott a kutya, be kellett ültetni a kocsiba? Nagy Isten, milyen világ ez? Nem a kutya fázik, és be kell ültetni a kocsiba. Oké, okay. Hogy hívják a párodat? Ádám. Ádám, Ádám, felkészültél? Mondjuk. Mondjuk, jó. Figyelj, tudod mennyi az idő, részidő, láttad, azt kell megdönteni. Jó? 1-10, valami. 1-17. 1-17. Jó. Mehetünk? Mehetünk. Ferim. 3, 2, 1, tessék. Jobbra, 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 egyenesen. Na gyerekek, az a balra, helyzet, hogy Ádám balra, elkezdte balra, tolni. Még egyenesen tolnak, most balra, 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 nagyon balra. Kicsit gyorsabbnak tűnik. Teljesen, teljesen. Csik, első oszlopot már vettél. Egyenesen, egyenesen. Igen. Tojad. És igen. Kicsit balra, kicsit most balra, kicsit balra. Még, 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 még. A második oszlopnál vannak. Jó, mehet, jobbra, jobbra, jobbra. Úgy. Jobbra. Nagyon jó. Gyerünk, gyerünk. Tolja, tolja. Hát itt se azért őrítő a sebesség, azt kell nem mondja. Nem baj, toljad. Balra egy kicsit, balra egy most kicsit, és egyenesen. Most érnek be a mikrovév sikámba. Itt vagyunk azon, amikor majd meg kell fordulni. Egyenesen, egyenesen, Euronics teljesen, balra. Euronics visszafordító. Balra. És most egy követnek kell írnunk. Egy követ. Egyenesen, egyenesen. Nagyon jó. Ádám határozottan jobbnak tűnik egyébként Bandinál. A harmadik akadálynál vannak. Elakadt a kosár, és elütöttek két idős nyugdíjas. A néniket felállítottuk. Így van. Egyenesen, még kicsit balra, kicsit balra. Utolsó kanyarnál vannak. Botja eltört Ádám Márkán. Gyerünk és tolj, egyenesen! Jó, egyenesen, 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 ott is vannak a célban, és végre! Gyerekek, ez megvan, hát ez megvan. Hogy érzed, Bandi? Ádám, és azt akarom mondani. Már Bandit, Bandira néztem így oldalt. Bandi, hogy érzed? Milyen volt, hát Ádám? Szerintem jó lett, nem? Igen, én azt gondolom, hogy igen, hát nem volt egy nehéz dolog legyőzni. Picit. Bandiékot ezzel a 4,5 perces idővel. Mennyi lett, Feri? 59,4 másodperc. Ó, gyerekek, hát az jó. Ádáméknak is. Az jó.
Jól van, oké. Okay. Ott van, frissített a gépen. Mi az ajándék? Nagyon sok ajándékunk van. Hogyne? Itt ez mind, és mind az övéké? Így van, elsősorban mi ezt csajos ajándékoknak gondoltuk. Hát úgy, ez hogy... a szakányíró, ez például. Jó, de hát csak hogy Bandi is örüljön, illetve Ádám is örüljön, van egy hajé szakálvágunk. A hipsteresebb hölgyeknek szakálvágunk. Igen. Hajsimító, hajszárító, hajé szakálvágó. Tehát egy ilyen hajszettet adnánk nektek sok szeretettel. Elsősorban azt gondolom, hogy ennek te fogsz örülni, mert hogy azért ez mégis inkább egy csajos ajándék. Az a baj, félek, hogy így nem kapok semmit karácsonyra, nem ezeket becsomagolja. Nagyon okos gondolat, szerintem Ádám. Jó. Ádám, ezt kell mondani. Tehát ez az, boldog karácsony, kicsi. Boldog karácsony. Megvagy. Boldog karácsony. Boldog karácsony szívem. Egy nagy. Jó, úgyhogy használjátok egészséggel mindenféle ilyen kis szép hajápolással kapcsolatos kis történet van ott nektek. Hajsimító, hajszárító, hajszakálvágó. Ó, így van. Nagyon csecsek is szemérem szakálvágó. Igen, János, teszteltem hihetetlenül jól. Így van. A csúnyáján a szőrt. De utána kisöpörgettem. Igen, nagyon rendes volt. Igen. Ügyesek vagytok. Természetesen a másik párnak is jár egy kis vigaszdíj, fájdalomdíj. Igen. Jó, köszönjük, gyerek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Egy nagyon erős köszönjük. 7:30 úgy, pontosan 7 perc elküldjetek friss közlekedési híreket. Jó, mi pedig jövünk nem sokára az hírek után. Marad. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan, 2 perccel hello mindenkinek. Villányi Bach, csomópontról, hogy Szala, köszi, hogy elküldted. 4-es számú főúton Hajdú hatházánál mérik a Debrecen felől érkezők sebességét. Ákos, köszi. Feri, kérlek hozz egy pálinkát, mert megfagytam a stúdió előtt. Van köszi. Nálam, mindig gyere a kocsimhoz. Kikért pálinkát, ott gyerekek, megyek. Kikért pálinkát. Kértetek, igen? Feri, van nála tényleg? Mindig van. Figyelj, egy oldal szalonna és pálinka nélkül nem indul el a vidéki ember, ugye? Így van. Akkor miért jöttél pálinka nélkül? Reméltem, hogy nálad lesz. Van, persze, gyertek oda. Az tudunk szerezni. Kipattintjuk, és akkor már is tudunk indul szerezni. A meleger. És az a baj, ugye, hogy ezt már tegnap elmondtuk, azért Jani nem is ivott éjszaka a nagy hidegben, mert becsap az alkohol, tehát ne aludj kint ittasan, jó? Természetesen. Azaz meg, ha tegnap bekarmolsz, de szerettem volna este, ilyen 11 körül képzeljétek el, Balázsik már aludtak volna szépen, és Jani pedig részegen, vagy kicsit ittasan megalakulva ott. Énekel. Át volna az ablak, de gyere ki, testvérám! Csak mondom, hogy borosztunk tegnap, borosztunk. Igen, te borosztál. Én elővettem a kis boromat, de János is egy pohár édessel azért így turbosított. Össze-vissza zabáltam egyébként mindent, mert oda értem, és akkor hát egyrészt marha jól nézett ki, a rizslisztes szilvás pit, amit Viki csinált, másrészt pedig ő is azért elég nagy vehemenciával kínálgat, úgyhogy azzal indítottam, utána jött egy kis rozé, utána egy kis hideg zöldséges lazany. Össze-vissza zabáltam mindent. És aztán 11-kor még valami csomagot a Viki a kezembe nyomt, hogy vigyem ki neked, de az már nem tudom, mi volt. Azt már visszautasítottam, de még hoztam, hogy majd mondta a sátor, hogy nem, már nem kéri, már fogalmam nem volt, mi volt. Valami lefóliázott dolgot még ki kellett neked vinnem. Na, azt mondja, hogy nézzük még, mi a helyzet. A Csepelen a szabad kikötő befelé végig áll, látom a hévről, he-he. Most mentem el mellettetek, de sajnos nem láttam semmit. Jani, megkaptad a házgróhés csomagot, amit ott hagytam a Balinál neked? Tudtad az éjszaka hasznosítani? Igen. Kérdezi Norbi. Hát olyannyira, hogy a labda az videón van, mert hogy az is az. az a labda, illetve megkaptad ugye a termosz, amit megkaptál egy hideg teát. Igen. A hideg te azért lett hideg te, mert ugye kiborult a sátorban, és ott hűlt ki gyakorlatilag a lábamnál. Igen. Tegnap, gyerekek, képzeljétek el, hosszú kávári után megoldódott a csapos sztori is még. Tehát volt. No. Volt fejlemény, megoldódott. Kibontottátok és építettetek egy új fürdőszobát. Visszavittük azt, amit vissza kellett vinni, és Mr. Hans Grohe nagyon rendesen. Hanzék annyira rendesen megoldották, hogy nem kellett burkolatot bontani, és megcsinálták, úgyhogy nagyon rendesen voltak. Csak ők hagytak ott neked egy új fürdőszobát. Ők hagytak ott neked egyébként ajándék. Köszönöm szépen nekik. Ajándék csomagot ilyen. Kézzétek el, annyira megmarad a hallgatókban egyébként, hogy elmondta nekem Norbi, aki ott dolgozik, hogy betelefonáltak vevők, hogy azért nem akarnak csaptelepet venni, mert az a Balázsnál is elromlott. Szegényt! Hogy nekik ez ennyire volt jó reklám. És mondtam, hogy mondja meg nekik, hogy nem elromlott, hanem 10 év után egy átalakító, az egész egyszerűen elvízkövesedett és tönkrement benne. Tehát, hogy nem magával a csaptelepel van. És mondja, hogy higgyem el, hogy ezért telefonálunk. Vagy jó, persze, szép, de hogy azért az a Balázsnál is elromlott. Tud valami másik márkát ajánlani. És ilyen mondja, hogy nem elromlott, csak 11 éves, vagy 10 éves, hát azután már az, hogy
meghibásodhat egy csapterem. Szóval, hogy mi marad meg az emberekben? Minket nem vezetnek meg. Puccos, puccos, de nem jön rajta víz. Hallottuk a Balázsnak, se jó. Szóval, hogy nem erről. Azonnal tedd. Szóval nem erről volt szó egyébként, de nagyon helyesek voltak, kivonultak, és mindent megoldottak, úgyhogy csokoltatjuk őket, köszönjük szépen. Milyen a hőgomba alatt, csajok? Jön a meleg? Hello, jó reggelt! Jön. De már megfagytni készültök éppen? Egy kicsit igen. De csak mi erre is gondolunk, hőgombát hoztunk nektek. Itt van hőgomba, és van egyenesen a kertemből. Forró tea, nem olyan, mint a tiéd, tegnap tényleg forró. Igen, tényleg forró tea. Hogyha valaki esetleg fázik, és még nem teázott, akkor nyugodtan jelezze azt a hostess lányainknak, és akkor hoznak ki még. Hátul egy ilyen kondéron kavargatják. Nagyon vicces. Hátul úgy néz ki a sátor, mint hogyha valamilyen disznőölésre készülnénk. Milyen jó lenne tényleg levágni egy disztót, és 9 órakor már. Most 9 órakor már egy ilyen sült véres hagymás rántottá tennénk friss resztelt májjal. Ez milyen jó. Én ezt vegetáriánus nem támogatom az ötletet, de egyébként, mint bulifan, igen. Feri, mikortól van szezon? Már mostantól hát szezonban? Hát 2 fokban viccelsz, amikor éjszaka 2 fok van. Tehát a disztóvágás az azért volt télen régen, mert ugye nem tudtad lefagyasztani, vagy nem tudtad eltenni a hűtőbe nyáron a húst. Tehát, hogy gyakorlatilag nyáron ugyanúgy tudsz disznót vágni, mint télen, csak ezért aztán hagyomány megmaradt, hogy ilyenkor októbertől november, hát inkább novembertől kezdődik, de ez most olyan október volt, hogy simán belefért volna. Tehát tegnap reggel. Hát vagy a nagy fogyasztású bőlérek miatt tették térre, mert nyáron azért még ütősebb, nem? Tehát, hogy hát ugye augusztusban vágnánk, akkor mi lenne Józsi bácsival? 30 fokban már 8-kor rosszul lenne. Isten! Idén mi a terv? Hány disznó hal meg a kezetek által? Nagyon reméljük, mert azt jelenti, hogy szép az élet, jó az élet. Bőséges a termés. Így is van, tudunk menni úgy is. Bérvágást vállal a kis csapatom, úgyhogy bármit. Igen. Szoktál disznóvágás, Jani, talán egy lány előtted pont szemüvegben. Hello, jó reggel. Nem? Én nagy állatbarát vagyok, úgyhogy én is. Nálam szegény disznókat. Nem is húst eszel? Sokat. Itt dőlt meg a dolog, hogy szegény disznó, azt amikor be van csomagolva a tacsóba, mi akkor már megvesz. Az nagyon jó, azt nagyon szeretem, de nem nézném végig. Nem kell nézni, csinálni kell. Ott ide a kis gyönyörű szádra illesztenéd rá a belet, kifújni, mutatom. Mi a baj? Nem jó, akkor csak kapargatnád, az lenne a tiéd. Hogy hívnak? Ciao. Hogy hívnak? Zsófi. Zsófi, nem is jársz disznóvágásra egyáltalán? Nem. De úgy, hogy végigalszod az elejét? Mindig hívnak, hogy menjek, segítsek, de mondtam, hogy segítek megenni, de más nem, tehát nem. Elájulnék, meghalnék, minden bajom. De olyat lehet csinálni, ez a könnyített verzió, hogy átalszod, tehát nagyon berúgtok előtte való este, átalszod az elejét, a pörzsölést, bontást, és már csak amikor kolbásztöltés van, meg ilyenek, meg a zsírkavargatás, arra mennél oda, nem jó? De mondjuk ez jó ötlet, erre nem gondoltam. Hát ott tudok én segíteni. A jó kis csapatépítőnk, emlékeztek? De jó volt. De jó is volt. Szerintem így, egyébként össze kéne még hozni valami hasonlót NOV 18-ig. Szerintem simán beleférne. Kapkodni csak kell. Csak lehetne az a következő projektünk. Csak ne csapatépítőnek hívjuk. Tehát ja, igen. Ne ez legyen a neve. Hova? Igen, az már azért annyira nem szabad. Csapatomlasztónak. Csapatépítőnek hívni. Na játszunk egyet, jó? A kérdés mit mondóra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Aki válaszol. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. Jó közel a mikrofont, hogy hívnak? Brigi vagyok. Brigi, honnan jöttél hozzánk, Brigi? Innen a Budaörsre. A gyerekek, ma minden játékosunk Budaörsi. Átsétáltál vagy autóval? Autóval. Itt is dolgozol valahol? Nem dolgozom, otthon vagyok. Hogy? Milyen jó dolgom van. Azt a mindenségi tartásbeli. Urad dolgozik? Meleg vacsorával kell várni. Igen. Mióta tart ez az állapot? Régóta? Hát, pár éve, ja. Pár éve. De nem tűnsz úgy, mint aki nem találta meg a helyét ebben, szóval, hogy... Tök jó vagyok. Akkor nem szeretsz dolgozni. Jó otthon. És mit csinálsz egész nap? Gyerekkel vagyok. Ja, mekkora gyerek? Már nagy, 4-1-es, de... Ja, gyerekkel vagyok, hány éves? 22. Minden este főzöm kell neki. Nagyon anyás, még mindig ott van. Nem akar elmenni iskolába. Most gondoltuk, hogy beadjuk bölcsibe. Jól van, hát figyelj, az is egy jó állás igazából, sőt, hát főállású anyaként azért ez egy teljes szerepkör, szóval nem kell feltétlenül mindenkinek dolgozni. És akkor jön az urad este, meleg vacsora, gyermekkel a lecke megírva, kitakarítva, kimosva. Igen, ez a világrendje. Na.
megcsinálja a takarítónő, persze ki a takarítónő. Igen. Jól van, oké. Azt mondja, hogy várj, megnézem, miből lehet még választani, de szerintem te nem tudsz választani. Nem tudok, ugye? Ne, szólásmondás. Egy maradt. Te itt tudod fejből, hogy mi maradt? Van egy szólásmondásunk. Szuper, mutassa? Az a legegyszerűbb, figyeljetek, a szólásmondások azért jók, mert rövid szavakból állnak általában, és hogy sok szó van benne, kettőt már megfordítasz, akkor megvan az egész. Nyugi. Oké. Tényleg egy. Nem bízol bennem. Nagyon meggyőzte. Okay. Menjünk? Jöhet. Na figyelj, azt mondja, hogy szeretsz-e vasalni? Nem. Nem szeretsz vasalni? Hát csak elmondom neked egyébként, hogy... Vasalót fog nyelni. Igen. Nézd, meg itt van. De várj, hát hol, akkor ki vasal, vagy akkor ki oldja meg? Én. Ja? Viszont nincs ember, aki szeret vasalni, leszámítva Janit, nem? Én? Tehát azt akartam mondani, hogy én szeretem. Hát tudom, hát ismerek. De ezzel neked olyan könnyű lesz az életed, hogy... Így van, mert hogy egyébként a nyereményed az, ugye az Euronix-nak a jóvoltából egy kiváló kis vasalógép. Gőzös. Istenem, egy picit el is érzékenyültem, mert eszembe jutott a NAS időnk környéki napok, amikor még Triple Action volt, most már csak éves szinten tudjuk ugyanezt produkálni. Egy gőzvasaló, mond ez neked valamit? Nem. Én nem általában vasalok, akkor én úgy vasalok, hogy nincs benne folyadék, de mindig nyomom, mert reménykedem, hogy még hát, valami maradt meg benne, és ilyen vízköves, és így köhögkettőt a vasalók. És szájjal produkálod mellé a hangot, hogy meglegyen a film. Körülbelül ez történik, mindig lötyög valami az alján, mert ugye Viki rendetetőszerűen használja, csak aztán kijönti. Én meg ugye általában úgy vasok, hogy rohanok, gyorsan kivasok, és nyomkodom, ugye két gombos nyomkodom, mondjuk valamit adják ki magadból. Csak akkor kicsit köhög. Oké, hogy már nem gőzöd, de legalább dug be. Na figyelj, itt szól a szólásmondás. Meret, tázsor, melerüt. Na, mi lehet ez? Meret. Annyira triviális. Meret. Meret, ez az eleje, vagy hát a vége tulajdonképpen. Még egyszer? Mutatom még egyszer, figyelj! Meret, tázsor, melerüt. Tázsor, melerüt. Tázsor, ezt vissza, tázsor. Melerüt. Nézd a számot. Jó, de ne fejtsük meg neki. Tázsor. Ne fejtsük meg neki, legyen egy kicsit nehez. Rózsát. Rózsa. Lassan járj. Meret. Nem esik messze. Sok lúd. Sok lúd. Mi? Így van? Nem. Nem esik messze. Melerüt. Rúd. Sáncolj. Sok lúd. Sok lúd. Sok lúd rózsáterem. Így van. Sok lúd rózsáterem. Ez az. Mondd mi a jó. Mondja. Még egyszer. Tehát. Mi terem rózsát? Meret. Tázsor. Melerüt. Na? Sok lúd is tudja, azt akarod mondani? Mondd. Aha, kérdez, mondd. Már össze. Kiveszem a vasalót, és szép a doboz is. Itt vagyunk. Igen, ugrott a vasaló felé. Nem hiszem ez a szólás, nem hiszem el. Na, mit terem rózsát? Tehát lassan járj. Türelem rózsát! Nem, hát vég. Nagyon kutyafáj. Ez a mi esetünkben is most igaz volt. De nem rózsát, hanem egy kiváló gőzös vasaló termet. Jó van, egy Euronix ajándékcsomag, egy klasszofilmes ajándékcsomag, és a már sokat emlegetett kiváló minőségű gőzölös vasaló. Tessék, parancsolj. Hát, ha megszereted a vasalást, jó? Megdolgoztál érte. Így van. Bruttó másfél percet sikerült megfejteni. Rájtsetek el. Így van. Várja, kicserélem, mert azóta már elavult. Köszönöm szépen. Puszi. Köszi. Ciao. Volt idő lefejleszteni egy jobbat. 2 perc, pontosan 8 óra. Jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-ben. 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Hello mindenkinek. Kicsit hite hagyott, megfázott kiabálás volt ez, de igen. Megértem, gyerekek, akik 6-tól itt vannak. Drága hallgatók, hát igen, ugye itt vagyunk a budaörsi Euronix áruház előtt, és baromi hideg van, de a mi hallgatóink nagyon kitartóak, nagyon sokan vagyunk itt az üvegstúdió előtt, és köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött. Baromi, tényleg lelkesek és helyesek vagytok, és nagyon sokan érkeztetek hozzánk.
próbálunk rajtatok segíteni. Igen. Hőgombákkal, meleg teával, amit a hostess lányok osztogatnak. Nem, már integetnek, hogy már hideg. Már hideg, így van. De ha még van, itt szerintem még van egy. Van bőven, és szóljatok nyugodtan a hostess lányoknak, mert ők nagyon készségesek, és nagyon szívesen segítenek, de egyébként, hogyha egy picit arrébb vagy magatok mögé néztek, akkor ott már jön a felmentősereg néhány napsugár kapcsán. Igen, Feri az előbb megpróbálta napsugarak irányába tolni az Euronix áruházat, de csak centiket tudott rajta sajnos. Sajnos még nekem sem egy. Hát ásított egyet, ezért 3 centivel azért arrébb csúszott az áruház, de ha egy nagyot kiabál, akkor szerintem van esélyünk egy 4-500 méteres eltolásra is. Vagy igazából. A tűzszentés lehet még, jó? Igen, viszonylag szerencsétlenül vagyunk mi most itt árnyékolva, ugye, mert hogy pont mögöttünk kell fel a nap, tehát aki a melegítő napsugarakban bízott, az most ne nagyon bízzon, mert úgy megy a nap az égen, hogy árnyékot vet a parkolóra, ugye maga az áruház, úgyhogy hát tessék kitartani. Tessék kitartani, hideg van, de ez nem lesz jobb. Egy fél óra múlva. De legalább nem zuhog az eső, egész héten zuhog, nézzük a dolognak a jó oldalát. Mert meg tehát egy annyira megszívhatunk volna már bocsánat, a nyers is durva és modortalanul primitív kifejezése, de tényleg, tehát hogy most akár zuhoghatna és állhatnánk itt ilyen eső ernyők alatt, meg mit tudom, első kabátokba is csuromvizesen. Ehhez képest meg tök száraz idő van. Igen, ehhez képest meg abszolút, tényleg abszolút jó idő van, és nem sokára. Egy nagyon klassz kis játékkal megyünk tovább. A csákányos tévé összetörős játékunk, ami azt gondolom, hogy majd abszolút... kis barátságos játék. Abszolút sláger lesz egyébként, mert hogy hát igazából tényleg jó a játék, és komoly tétje van. Na, de amíg itt a hostess lányaink felállítják ezt a kis játékot, és berakják a dobozokat, addig mi mutatunk egy másik játékot, mert hogy ugye van egy, hát régen ezt ilyen Wi-Fi tesznek hívták tulajdonképpen, ugye hosszú-hosszú évekig ment ez, talán még a Damban, ugye? A Damban ment, van, így van. Ott kezdtük. A Wi-Fi teszt, és a játék lényege az volt, hogy ugye mutattak valamit, és akkor volt egy adott idő, ami ki kellett találni, hogy ez vajon most minek a hangja. Soha a büdös életben nem fejtette meg senki. Tehát a legbarátságtalanabb rádiós játék volt, mert mutattak ilyen... És akkor fejtsd meg, hogy mi volt az. Soha nem lehetett megfejteni. De most szeretnénk azokat is bevonni, ugye, akik hát nincsenek itt a helyszínen, viszont örülnének, ha nyernének valamit. Ezért mutatunk egy valamilyen robotgépnek a hangját, tehát egy háztartási eszköz hangját. Nektek pedig az lesz a feladatotok, hogy elküldjétek, hogy szerintetek mit hallottunk. És akkor 9 óra után még visszaívunk egy megfejtőt, aki jó megfejtést küldött, és hát neki is szeretnénk még valamit adni, tehát ő is nyerhet valamit. Csak ki kell találni. Melyiket mutassam? Te a főző, mosógép vagy hajszári? Szerintem legyen a mosógép, jó? Legyen a mosógép. Küldjetek el, mit hallottunk. 0-6-7-6-45-0-0-0-0. Ne agyaljatok lehet sokat. Ez kicsit egyszerű játék lenne. Na figyeljetek! Már most bajba vagyok. Előtted az összes effektünket? Vagy ez az egy volt. Jó, nem, hát tudok azért még tudtatni. Jó, na, megmutatom, jó? Így szól, figyeljetek, ezt próbáljátok kitálni, hogy mit hallunk. Figyelj mindenki. Én szerintem ez nem nehéz. Hát... Mutassam még egyszer? Neked, mert oda van írva még ez egyszer. Igaz. Én össze tudom rakni a betűkkel. Szuper 8-as filmvetítő. Igen, nem zinger varrógép. Tehát ezt ne írjátok meg. Jó? Majd aki még adásba kerül, kap egy baromi nehéz kérdést, amire válaszolni kell. Figyeljetek. Egy ország bedőlt ennek, és mindenki elrohant, amikor ezt behozták nyugatról, és mindenkinek volt egy ilyen, és akkor volt menő a konyhát, volt egy ilyened. Aztán rájöttél, hogy rohadtul macerás. Elővenni, használni, eltenni, eltakarítani, sokkal egyszerűbb, ha valami mást használsz helyette. Segítettem ezzel kicsit? Sokat. Aha. Sokat? Sokat. Igen. Jól van. Na, ezt küldjetek el nekünk. Jó? Ezt küldjetek el nekünk. Hogy mit hallottunk. Ma, mielőtt nekiállunk a játéknak, azért az MTK stadionról beszéljük egy mondatot. Ó, a kedvenc stadionról. Még egyet, mert már beszéltünk róla, hát de gyerekek, most egészen más aspektusból megint tudunk róla néhány szót váltani. Ki hallott arról közben, miközben itt nézitek a hostesszlányokat, hogy mi történik az MTK stadionban? Hallottatok a tesztüzemről? Figyeljetek, vannak dolgok szerintem, amik rossz csillagzat alatt születnek, hát az MTK stadionja, ez szerintem most már bőven elmondhatja magáról. Ugye a világ sajtót bejárta az a 8 méteres betonfal, ami a kapu mögött van. Igen. Ember ilyet futballstadionban még nem látott. Soha senki, de szerintem Mongóliában és Üzbegisztánban sincs ilyen futballstadion. Építettek már ilyet, de az atlanti falból. Szóval ez valami elképesztő. És... hát történt, hogy ugye
egy blogon csütörtök délután megjelent egy videó, amin a majdnem kész üres új MTK stadion látható, de nem is ez a lényeg, hanem ugye a kapu fölött elhelyeztek eredményjelző táblákat, és ezt tesztüzembe kapcsolták. Egy csodálatos, hatalmas LED farról van szó. Igen, és a tesztüzem alatt, hát most hogy mondjam el úgy, hogy azért finoman fogalmazzak, egyszer csak teljesen váratlanul megjelent Michelle Wide. A kedvenc színésznőnk. Aminek én mindig örülök. Így van, János, ha ott lett volna a tesztvetítésen, már a levegőbe csapott vagy. Ez az! Végre, milyen bátor! Megjelent Michelle Wide, és hát szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen konok elszántsággal. Konok elszántsággal kényeztette férfi partnerét. Igen. Akinek az arcát nem látjuk, viszont annál méretesebb szerszámát, igen. Szóval Michelle Wide akcióban jelent meg az MTK stadion hát bejárásán, amikor ugye átadták ezeket a videófalakat, vagy kivetítőket. Igen, hát ez volt gyakorlatilag a tesztüzemmód. Megnézték, hogy nagy felbontásban, igen, hogy üzemel. Pixel, ha nem csak az van rá kiírva, hogy Go Gedeon. Gyerekek, én szerintem az MTK vezetése van ennyire jó fej, hogy ez már egyfajta vírusmarketing. Én ebben biztos vagyok. Azt mondták, hogy mit csináljunk? Hogy tegyük jóvá ezt a betonfalat? Gyerekek, egy kicsit azért most legyünk őszinték, mindenki rajtunk röhög, mert ilyet még ember nem látott. Michelle Wide a népnek. Józsikám, tedd be az SVS kazettán. 86-ból. Sándor Csikar nevét nem ismerik annyian. Valaki kellene, valaki népszerű, vagy ismertebb. Igen, aki szintén nagy komoly... Figyelj, és úgy volt, hogy hívtak vendégeket rá? Mert ugye az nem, mert az lett volna jó, hogyha ez egyébként az avató ünnepségen megy. Ez csak egy ilyen, hogy hívják, különleges meghívottaknak zárt körű rendezvény volt. Vetítés. Nagyon jó. Nem a pornóval van bajom, mert mindenki néz pornót. Nem? Vagy a legtöbb ember, szóval ezzel egyébként amivel nincs baj. Itt ugye általában az a kérdés, hogy ugye minek az élő képét tették ki a monitorra? Vagy mit tettek be? Mert azért Michelle Wide igazából régen ugye nagyon rég kazettákon ment, már, vagy persze. Interneten. Tehát lehet, hogy egy internetes csatornát nyitottak ők meg, ami egy pornócsatorna, és kirakták. Hát azért Michelle Wide-hoz eljutni, az nem egy egyszerű videó, be kell írnod, kereső szó, ugye pornó, eljutni. Tehát nem indul el egyből az internet. Hát vagy egy igaz ínyencről van szó, aki mindig vissza pendrive magával egy kis, hogy is mondjam, csak egy kis lélekmelegítő. Hát vagy a technikus ugye ráért, bogarán egy kicsit a net bugyraiban, ráakadt Michelle Wide-ra, letette kis ablakba, és akkor valaki ugye odaért, hogy na, akkor indítsuk el a videót, igen. Puff, és hát ez jött. Csak milyen furcsa, hogy nem a Gyöngyvirágtól lompulásig című nagyszerű természetfilmet adta le, hanem egy másik örökbecsű. De komolyan mondom, ugye hát most avatója lesz ennek a stadionnak. Ugye egy félházzal egy stadion avató azért az kellemetlen, tehát ott most mindenki vigyázva áll, hogy megtejen a stadion. Gyerekek, ott regulálsz. Félházzal kellemetlen negyeddel, meg aztán plán. Nem lehet, hogy ez tényleg egy ilyen vírusmarketing? Hogy azért nálunk mész el az avatóra, hogy gyere el az avatóra, mert nálunk minden megtörténik. Nem? Tehát nem lehet, hogy erről van szó. Hogy ez egy vezetés által egyfajta... Nem tudok. Ne, ez, bocsánat, át elképzelni. Ez nem megy üzenet már azoknak, akik az MTK-nál fognak játszani otthon. Hogy gyertek, csak szopni fogtok. Igen, gyerekek, gyertek hozzánk játszani, cumi lesz. De lehet, hogy ez egy ilyen modern üzenet a Fradinak, nem tudom, Felcsútnak, vagy a Felcsút MB2. Akkor videótonnak. Debrecennek nem értek nagyon a magyar focihoz. Most képzeld el, hogy ez hogy történik. És képzeld el a felismerést, amikor azt... Józsi. Aha. Józsi, vedd ki! Józsi, nem az asszony! Józsi, vedd ki, nagyon öngyebb az van. Miért? Mert Michelle Wide van a képernyő, hülyális már. Képzeld el azt a riadalmat. Az nem az öcsé. Nekem azt mondtad, hogy kőműves Bajorországban. Ez egyszerűen elképesztő, hogy ha ezt ott valaki direkt csinálta, akkor nagyon bátor. Ha a vezetőség döntött úgy, hogy tegyük jóvá betonfalat, akkor viszont nagyon le a kalappal, mert szerintem ilyen vírusmarketingnek kiváló. Én nem gondolom, hogy ennyire jó fej. Az eddigi tevékenység alapján, vagy... De nem lehet, hogy ők ezt elindították, hogy ez így fura? Valószínűleg ők nem ennyire jó fej, ők egyébként elnézést kértek, jó, hogy tesztüzem volt, és nem írtak meg senkit. Akkor viszont gondolkodjunk, ha ennyire jó fej, hogy mi a következő lépésük. Hát igen, mert magasról indítottak. Én azon is gondolkozom, ez nem lehet, hogy az MTK futballistáitól meg van vonva a szexmeccs előtt, és az öltözőben ezt levetítik nekik. Tehát egy hetet már nem szexelhettél, ugye az asszonyjal, mert hétvégén forduló van, és akkor egy ilyen nagy közös pornónézés van bent az öltözőben, levetítik Michelle Wide-ot, és a srácok annyira felfokozott állapotba szaladnak ki a pályára, hogy egyértelműen meg mindenkit lenyomnak. És mindig csak a vendégkapu felett játszanak be ilyen felvételeket, hogy arra induljanak meg a hazai játékosok. Gondold el, az milyen, amikor kapura törsz, eleve egy betonfal néz veled szembe. Ugye baromi szürreális lehet. És ez csak megjelenik Michelle Wide-ot
mozgás közben, hát összezavarodsz, nyilván, nyilván fölé lövöd. Szóval óriási, tényleg óriási a történet. Nem született jó csillagzat alatt ez a stadion. Nem? Nem. Van baj. Igen. Na jól van, hát én nagyon szeretem. Nagyon szeretem az ilyen történeteket, hogy valójában tényleg hogy kerül oda be? Hogy kerül oda be a forma? Ez a jó kérdés. Na mindegy. Oké. Játszunk akkor? Felkészültek a játékosaink? Persze, persze. Hát ez egy nagyon komoly játék lesz. Tehát, hogy azt valljuk be őszintén, hogy nem sok ilyet csináltunk még eddig, ez tényleg, ez, én azt gondolom, hogy ez egy olyan játék, amiben dráma is lesz. Okay. Legalább akkor a dráma, mint mit tudom én, a Star Academy első nézettség. Csak mondom, hogy tegnap 22 ezeren néztek élőbe bennünket a Facebookon, ez több, mint a Star Academia nézettsége. És lehet, hogy átkéreckedik a műsor. Igen. 22 ezer élő nézője volt tegnap a kis közvetítésünknek, csak igen. Mondom, azért az nem gyenge szám egyébként. És nem mindez, mindez úszkve 30-40 ezer forintból, amiben benne van a taxiszámla, a rizsisztes szilvás pite, a sátor és ahogy hívják a hálózsákomnak az ára is. Igen. Gyerekek, van néhány szkeptikus hallgatónk, aki nem hiszi el ezt a 22 ezeret, ha valaki esetleg, amikor pont ilyen 21.800K jelent meg a kivetés, küldjetek már el nekünk, ha esetleg kifotóztátok tényleg azt a képet, miközben János falát vizslattuk ott benne a sátorban, hogy mit hozott magával. Jó, hogy a Morning Show kukac, klasszefem, ott ura, küldjetek már el azt a képet, hogy meg tudjuk nézni. Visszatérve még az MTK-ra, nagyon helyes SMS-ek jönnek egyébként. Az eredmény jelzőn először és utoljára boldog eredmény volt látható. Boldog befejezés. Igen. A megnyitom, Michel fogja fújni a sípot. Mocskas úr, köszönjük szépen az SMS-t. Na, oké, kezdjük el akkor a játékot. Jó, megvannak-e a játékosaink, illetve megvan-e a játékos? Megvannak. Megvannak. Sziasztok. Szia. Neved? Reni. Reni és? Sziasztok, Csabi. Maradj csak nyugodtan, hello. Csabi, te olyan boldog fiúnak tűnsz. Reni miatt van? Így van. Yeah, Csabi itt áll reggel óta, mosolyog, aranyosan, nem fázik. Hát egy kicsit azért fázok. Mióta vagytok együtt? Hát már édes tovább, több mint 7,5 éve. Ó, a vízválasztó 7. év. Ez már a 8. A 7. az a 6 utáni akkor volt. Akkor a vízválasztó 8. év. A 7-es a 6 után jön. Már igen, megint tanultam valami. Én tudtam, hogy sosem vagyok jó matekból. Igen, és már férj és feleség vagy. Bizony. Hát most erre mit mondjak? Mindenki követel hibákat, Csabikám. Igen, Csabinak kellett volna valamit mondani, de egy picit így. Milyen volt az esküvő? Nagy esküvő volt? Hát elég nagy volt, igen. Sokáig tartott. Sokáig tartott? Igen. Volt egy mennyasszonytánc? Ilyen... Volt, volt. Nem sok emlékem van róla, de volt. Nagyon be volt téfe. Hát egy kicsit, igen. Mondjuk én sem panaszkodhatom. Tényleg? Makonya... Jó, de jó van. Makonya része volt, hát te is? Hát egy töltött káposzta mellett aludtam az asztalon. Ne! De szeretlek ezért. Ez az, így kell csinálni. De egy fejjel ráborulva a fehér kenyérre? Nem, kicsit, így kiterülve. Jézus hát, már, ebben, tényleg? Az ilyen fotókból háttérképek kell csinálni, számítógép. Hát. És eközben te merre? Hát azt nem tudom, én erről utólag tudtam. Te valahol kint egy ilyen bográcsot magadhoz ölelve hát, mégis. Igen, egy kőbánya üveggel. Két pálinkás üveggel, igen, aztán. Az anyos tölelgetés, azt mondjuk, nem azért vettelek kell, hogy nemet mondj. Igen. Na, hát akkor mondjuk, hogy mi a játék. A játék az, hogy ki kell találnotok, hogy melyik dobozban van a tévé. Méghozzá úgy kell kitalálni, hogy amelyik dobozról azt gondoljátok, hogy nincs benne a tévé, azt agyon kell ütni egy csákánnyal. Van ugye 4 darab dobozunk, jól mondom? 4 darab dobozunk, és ez maga a tévé, ugye, az eredeti, ami valami. Ez a nyeremény tévé. Ez a nyeremény tévé, ami valamelyik dobozban benne van. Hogy álltok gyermekvállalással, költözéssel, televízióval, egy új tévé, rátok férne? Egy új tévének mindenki ő. Sose járt, igen. Sose járt. Szóval. Hát, pedig be kell szerezni egyet, mert nem kikára indul a gyertek át szombat este. Így van, igen. Jegyek még kaphatók a bónuszbrigádon. Van még? Korlátozott számban, már csak 60 darab jegy, úgyhogy aki akar jönni, siessen. Bár Balázs azt mondta, hogy csákány, mi nem csákányt szereztünk, hanem megszereztük torkalapácsát. Ja, tényleg, ez nem csákány. Ha ezzel meglendítitek egy picit a kis kezecskéteket, és lecsaptok a dobozra, biztos, hogy nem marad benne sem éppen. 4 darab doboz van. 3 dobozt kell agyonütni. Úgy kell gondolkozni, hogy találjátok meg, hogy melyikben lehet a tévé. Ha ráütök, és nincs benne semmi, akkor értelemszerűen megyünk tovább. Ha viszont összetöritek a tévét, akkor buktátok. Ez egy ilyen, hát hogy is mondjam? Hát, igen, akkor ugyanaz van, mint az MTK lett falteszten, cumi. Így van, csak egy kellemetlenebb
formában. Tehát azt kellene megbeszélni, hogy a négy doboz közül melyik lehet az, amiben van valami, nincs valami, üres, vagy éppen benne van a tévé. Jó, ki az, aki magára meri vállalni, hogy rávár baltával? Hát szerintem legyetek vegyesen, nem egyet, te? Egyet, én egyet, ő. Vállalod te? Persze, hogy vállalom. De azt akarod, hogy szétveres egy tévét. Nem, egy üres doboz szeretnék szétverni. Na? Nem sugunk? Na. Fogjátok meg a baltát. Jó? Itt a célszerszám, parancsolj. Jézus Mária. Mutatós jó, darab. Mi? Hát nem rossz, látott már egy-két szép dolgot. Igen, túl van már egy-két dolog. Beszéljétek meg, hogy melyik dobozzal kellene kezdeni. Háromban nincsen semmi, egyben ott van jó a kérdés. Tévé. Na? Nem tudom. Szerintem haladjunk sorba. Furcsa, hogy ez egyedül ilyen nagy. Igen, három azonos méretű dobozunk van, és egy nagy doboz. Az a legkisebb, igen. Ez közepes, talán ez a kettő egyforma, tehát négy tök különböző doboz van, vagy mondjuk három legalább különböző belőle, az egyik az hasonlít a másikra. Nem érdemes a izét nézni, hogy egyébként az ajándék tévé mekkora. Nem. Mert hogy nem biztos, hogy olyan tévé van benne. Na, ki vállalja az első ütést? Válasszunk a három kicsi közül valamelyiket. A három kicsi közül zúznátok össze valamelyiket. Az ott szélen? Legyen. Az ott szélen. Gyertek, aha. Akkor menjünk oda. Menjünk oda, emeljük magasba a baltát, fejszét, milyen, segíts. Hadd lássák a fiúk. Na, az kéne, hogy értelemszerűen azért úgy, hogy ne okozzunk nagyobb kárt benned, saját magadban, de azért közepét megcélozza egy elég izmosat oda kéne, tehát mert ha a tévé benne van, akkor viszont tettünkre egyel. Hát jó, okay, meg lesz. Így van. Itt nem álléskodjunk, mert egyébként a végeremény ugyanaz, tehát hogy egy kicsit ütsz, vagy egy picit lendítesz, akkor is ugyanúgy tönkre fog tenni. Úgy is tönkre teszed a tévét, így van. Akkor már menjek biztosan. Hogy hátra lendíted, figyelj, mert három ember lekaszabolsz magad mögött. Tehát óvatosan. Jó, na üssünk egyet, nézzük meg, hogy mi van akkor az első kiszemelt dobozban. Tompa végével vagy az élesebb? Olyan mindig. Tompa. Jó, ahogy ne, jó. Az élesebb, persze, nem az éles, gyerünk Csaba. Üres. Nézzük meg, tépjük fel. Üres, abban hungarocel volt. Oké. Okay. Igen, ebben egy darab tévé sincsen. Mázlitok van, három darab doboz maradt. Három doboz maradt, melyik legyen a következő? Jó. Hát, haladjunk sorba szerintem. Vagy a pirosat? Mindegy, nem. Tehát ti úgy gondolkoztok... Figyelj. Úgy gondolkoztok, hogy lehet, hogy a legnagyobb van a tévé? Nem tudom igazából, ennek nincs logikája. Nem tudom, hogy tetszettek-e már játszani olyat, hogy az itt a piros, hol a piros, meg akármicsoda. Tehát amikor neked van egy koncepciót, hogy nyilván a két szélén nem lesz középen van, akkor az azért korán sem biztos. Csak mondom. Tehát, hogy nem, hogy ez a, ebben az esetben a logikus gondolkodás. Köszönöm. Jó, hogy jössz velem. Melyik legyen? Csapjál oda. Azt? Csapjál oda akkor egyet. Mi van? Nyugodtan teszed. Ha a tévé van benne, akkor buktátok a tévét. Ne vágd le a Feri kezét. Oh, ez is üres. Derekos menyecskét van, Csabikám. Ezt a mindenit. Nincs benne a tévé. Egy kicsi és egy nagyobb doboz maradt már csak. Egy aha. Kicsi és egy nagyobb doboz. No. Viszont lehet jönni majd felújítani a közgépnek. Igen. Na várjatok. Úgy be tudod lerakni. Itt már nagy az izgalom, igen. Nem tudom, melyiket válasz. Úgy be tudod lerakni, na? Válasz te, de nem leszek mérges. Aha, válasz te, szóval de nem leszek. Nem leszek mérges, kicsim, nem persze. Meg majd kapok, igen. A családi kasszába kell beszállod, ha tőled a tévét. Na, nem na. Leszek mérges, csak rutinból szakítom le a fejed és rugom át Pestre. Ha eltalálod, akkor... a harmadik kicsi. Aha, de. Tehát azt gondolod, hogy nagyban van a tévé? Most? Nem lenne túlságosan egyértelmű egyébként, ha pont a legnagyobbat tennénk a tévét? Inkább is, de nagyot hallgassunk. Figyeljetek, mert ha ez tévedés, akkor ez egy pár százezer forintos tévedés. Így van. Na üsd a nagyot akkor, azt akarod? Így van, hallgassunk azt mondta. Rájuk. Jó, egy ilyen jó férfias nagy csapással. Tessék? Miért lenne na. Abban? Nézzük nem akkor hülye, meg. Hogy rábeszél arra, hogy... Oké? Okay? Nagyot. Mi volt? Csapjál rá még egyet! Muti? Tessék? Ebbe volt a tév. Én tudtam! Persze, hogy abban azért jó, mondtam, hogy azt történt. Most már viszont üssél rá még egyet. Üssél rá még egyet, fél tévét törni, persze. Egyébként kevés embernek van lehet, és üssél rá nyugodtan. Azt a mindenség is ismét neki. Nőtt a pixel szám. Hát milyen könnyen hagyjátok magatokat rábeszélni a nagyobb dobozra. Na, menjünk vissza, menjünk a stúdióba. Már rohadtul fázom, menjünk be. Na jó van, gyerekek, nem nyertetek semmit, kösz a játék. Milyen nagyon darabokban van a tévé? Hát,
alapból egy kicsi tévé. Kicsi tévé alapból. Kicsi tévé. Milyen tévé van otthon egyébként? Nem márkára értem, csak mekkora körülbelül. Hát, tehát, mi a 30 colos, na, akkor nézzétek azt, na menjünk. Az is marad. Yes, nem is nagyon lesz más, így van. De igazdíjként két nyakbakasztót, ha elfogadt. Jó, figyeltek, sikerült összetörni a tévét nyilván, de hát jó, na, oké, persze. Ez lenne a játék lényege, valóban így kellene játszani egyébként. Nem, összetörtétek, jön más, aki próbálkozik, csak nincs ennyi ládánk. Jó van, figyeljetek ide, elmondjuk egyébként, hogy mi azért nagyon aranyosak vagyunk. Az a tévét, amit összetörtetek, az tegnap lőtte a Gyula a vaterát. Ez egy hibás. Az egy használt kis beruházás volt, mert 10 000 élve. Tehát egy használt kibelezett tévét olcsó. Törtetek össze. Ez igen. Jó? Akkor ezt meg is kaphatjuk. Nem, azt nem, viszont ezt a full HD tévét, ami itt van, ezt a full HD tévét, ami itt van előttünk, ezt természetesen megkapjátok, jó? Tényleg. Persze. Úristen. Mi soha nem találkoztunk még így veletek élőben, és rögtön egy tévében, hát ezt nem hiszem el. Ja, azt hittem, hogy azt mondjátok, hogy mi még soha nem találkoztunk egymással, de nagyon szépen betuníztátok, hogy itt férj és feleség vagy. Eddig a happy endéket hallgattuk. Nagyon szépen. Tényleg is jó fejek vagytok. Nagyon szépen, köszönöm. Persze, nyilván nem vagyunk ennyire kegyetlenek. Mondjad? De tényleg, ez most nem... szivatás. De, egyébként az. Egyébként abban is egy törött tévé van. Igen, valójában egy rúd vibrátort kaptatok Rocco Edition. Úristen. Egyébként, ha már itt járunk, 3:30-kor keltünk, hogy eljöhessünk, 4:00-kor indultunk. Jó, most már nem kell ez a szociasztó, most már megvan a tévé. Törökszent Miklósról. Tényleg? Az igen. Ezért. Jól van. Na, van egy gyönyörű szép Full HD TV, 40-es, ami 101 centit jelent, hát azért egy HDMI kábellel jelentsen az bármit is, gyönyörű szép lesz, jó? Komolyan használjátok egészséget. Elkezdted már elhinni? Nem még. Nem hiszem el. Te kicsit elbúcsúztál a tévétől, tényleg? Igen. Én is, az az igazság. Na jó, de ismeritek a műsort az, hogy milyenek vagyunk, nem? Köszönjük szépen! Nem, mert sose hallgatjuk. Rohadtul csak a tévér jöttünk, tudod, és egyébként téged hogy is hívni? Jó vagy! Happy Endre! Hívjál Happy Endrének! Ez a Bocskorendre! Bocskorendre! Jól van, gratulálunk, használjátok egészséggel, jó? Köszönjük, nagyon szívesen! Köszönjük. Csókold meg, mert látom, arra vársz! Azaz, jaj, van. Fúj! Mindig, amikor majd nézitek rá a Gyertek át péntek este, mert hogy péntek este lesz a szombat este, pénteken megyünk, ebből a Gyertek át a lényeg. Hát jó, most áttetek minket péntekre. Most Gyertek át péntek. Új a címe is? Hát nem, most az a címe, hogy gyertek át. Hát ki tudja, mikor hova kerülünk. Az új címe az, hogy nem mindegy, mi a címe, csak nézzétek. Nézed. Jó, úgyhogy majd ezen tessék nézni a műsor. Jó? Na jó van, puszi nektek, köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, szia. Egyet, majd mondjak, ott van az Endre. Tőle nyertük a tévét, igen. Jönnek a hírek, aztán jövünk vissza a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan, 9 óra, szép reggelt kívánom mindenkinek. Hát a rossz hír az, hogy a tévé gazdára talált, igazából kis jó indulattal. Ne röhögjél, neked jó egyedül, meg a csajodnak, nézd meg milyen boldogok. Lehettek is, mert szép nagy tévé. Igen, játékosai még mindig itt vannak. Most már elhitted? Kezded? Igen? Nálatok a tévé? El is vittétek? Bent a kocsiba? Az a biztos, jó van, berakták gyorsan az autóban. Jó van, kár, hogy azt még nem működik. Aha, de nem baj, erre vagy otthon jöjjenek rá. Nagyon szép tévé egyébként. Balázs autójában a két fejtámlában hátul ilyenek vannak a gyerekek. nincs is fejtámla. A fejtámla sincs, mivel a fejére lehamogatod. Viszont banán. Igen, hát János, ma reggel szegény, hát te beleültél ebbe a banánba csúnyán. Igen. Nem tudom, hogy került a átsülésembe. Hát az egykori banánba. Valamikor banán volt. Most már ilyen komposztálásra váró termék. Mert bárhova költözik, nála mindig van komposzt. Érted? Rögtön alárakni a növényeknek. Én nem gondoltam, hogy ennyire zöld. Vagy egy ennyire környezettudatos. Ez még rajtad is túlmutat. Vagy hátul komposztál a hátsülésre. Na, hogy vagy egyébként? Megfázási elejé, tünetei, semmi? Nem, semmi. Kis orfolyás, kis láz, kis hőemelkedés, semmi egyelőre? Kruppacél, öcsém, ez kruppacél. Gyerekek, hát azért akkor tényleg acélban van ez a srác. Ezt a 2 fokot, ködöt, esőt így bírni azért, de komolyan. Persze. Majd holnapra kiüti, hagyjad. Aha. Majd vasárnap este is. Bali, nagyon tátás vagyok. Nem tudok jönni holnap dolgozni. De tényleg acélból vagy egyébként. Ezért jövök. Sajnos ezért nem is találnak meg a szponzorok. Mert? Hát mert érted ennek minek? Kibír minden. Semmi baja nincsen, értem, és minek? Miért? Meggyűgyűröz magától, nem kellene hozzá mi termékeim. Jó vitamint kellene reklámoznod egyébként. Na, Hát vagy a tegnapi rizslisztes szilvás pite. Á la Viki.
Igen. Volt már jobb is egyébként, csinált már jobbat is. Igen? Igen. Ja, az ikináltatok meg? Persze, azt mondtam, persze. Abból nem adott volna. Viki, az volt, basszus, hogy... mit csinált? Dobjuk ki, ja nem jön olyan. Ez pontosan így volt. Benni kész? Nem, a puci kóstoltam szörni, mondom, nem tudom ki csomagot, de jön egy éhes száj nem sokára a kertbe. Kertbe fog aludni. Mondd azt, hogy rizslisztes. Abdobiztos megajánlja a kis snob. Igen, igazából csak nem volt rétes liszt, és sima liszből készül, de... Jó volt, igen. Na, szóval, hogy János kint aludt a kertbe, megoldotta ezt a dolgot. Ugye a későn kelő kedvéért mondjuk, hogy hősiesen teljesítette a feladatot, nem jött be éjszaka, állta a szavát, János tényleg. Na, a tényleg a kertben aludt. Szárad hátul. Most majd a adás után megyünk át még Balijéhoz, aztán gyorsan összecsomagolom, mert reggel annyira vízes volt, meg hát ugye gyerekek erre is tekintettel kellett lenni, úgyhogy nem nagyon álltunk neki. Te most még jössz hozzám sátrat bontani? Ezt megszívtad, így mondják felénk. Na, hogy csak én össze eljöhez, hát összeállítom én, hát, vagy én nem tudom jól összerakni, nem tudom úgy összetenni. Végülis a nézettség szám meg volt, a kommentek ott vannak, dob ki a kerítésen érted. Valakinek csak jó lesz. Nem tudod, figyelj. És én aztán egy pokrocot nem tudok rendesen összeállítani. Fölmésznek a sportszerje gyártó vagy forgalmazó cégnek az oldalára, és akkor az ilyen típusú termékek mellett ott vannak ilyen kis oktató videók, hogy kell szétszedni, összerakni, stb. 20-szor néztem meg azt a rohadt videót, nem hittem el, hogyha arra rátámaszkodok és megcsavarom, az nem fog eltörni, mert hogy ugye ennek van egy ilyen kis rugalmas kerete, ami az egészet kifeszíti, és szétnyitni, marha egyszerű, leszed erről a kis ízét, kötelekedni, hopp, így kiugrik. És amikor összerakod az egészet, én azt is otthon begyakoroltam, hogy ne legyen ezzel másnap probléma, én nem hittem el, hogy ez nem fog tönkre menni, és nem egyszerű. Persze, de olyankor meg mindig az oktató videón bejön egy ilyen kis hölgyike, tudod, filigrán csinos, jól néz ki. Igen, bizakodnék benne, ha közelében lennék, hogy szingli, és akkor oda megy, és egy ujj, az egész, hogy... és már kész van az egész. Na, én ezt 20-szor néztem meg, 20-szor próbáltam el, és egyszer sikerült. Ja, ha rám bízod, én összehajtom neked egy perc alatt, csak aha, nem fogod tudni többet használni. Tudod, hogy nagyon gyorsan tudok hajtogatni, csak akkor nem fogod tudni többet használni. Csináljatok neki egy alapot, és jó lesz kerti laknak. Igen, de látom már egyébként a Bulvár megírta, Sevestyén Balázs túl durva tréfát hűzött Vadon Janival. Ez az. Jó van, gyerek. Már lecsapott erre az újság. Nem engedtelek be a házam, amilyen szívtelen vagyok. Bármit hallotok, olvastok így a Bulvár magazinműsorokban, a tévében, vagy olvastok Bulvár magazinokban, igen, azt mindig persze olvassátok el, tegyétek el valóban, aztán hallgassátok meg a Morning Show-t, és ott van az igazság. Bizonyám. Az igazság, az ideától. Jó, van még egy játékunk, drága hallgatók. Barkupa játékot játszunk, méghozzá Vágó István van benne valami című remekbe szabott, régen látott és egy ország által szeretett játékát idézzük majd fel. Ugyanis hát a játékosok, akik játékba kerülnek, ugye döntéshelyzetbe jutnak majd. Ha kitalálták azt, amire mi gondoltunk, akkor utána eldönthetik, hogy melyik nyereményt válasszák. Ugye ebben a műsorban volt az, hogy az egész országot megszívatták azzal, hogy volt az a Reluxa. Ugye, a redőnyös vágó. A redőnyöset kérem, vágó redőnyöset, és választhatál egy ajándékot, amit láttál, vagy eldöntheted, hogy benézze-e a redőny vagy a Reluxa mögé. És nyilván mindig értéktelenebb volt, ami mögötte volt, mert azt mondták, ha mohó vagy, akkor tanulj belőle. Nem mindig. Nem volt, amikor persze volt fikusz, de egyébként azért voltak ott komolyabb nyeremények is. Igen, sose felettem egy csávot, látom, aki van ilyen, nem tudom, milyen high-tech csepelbringát, vagy nem tudom, mit nyert, nem tudom. És beraktak mögé, de nem a Gálvölgyibe, hanem a rendes vágósan beraktak 2 darab műanyag locsolót. És mondta, jó, bringa már van a családban, nézzük meg, mi van mögött, és akkor egy ilyen felszerelt csepelbringa, hát a mi értéke volt? 2 darab műanyag, ilyen nagyon szép, ilyen esztetikus, ez a virágöntöző, emlékszel? Aha, ilyen zöld címe, gólda címe. De örülök, Vágó úr! De szép bringa, huret váltó, szorzó, sassza, 3x6-os, hú, anyád, de jó kis bringa. Abba bízott, hogy valami hűtő vagy mosógép, tehát neki valami háztartási cucc kellett volna. Megölte remélem, hogy kampanyoló van. Ez annyira megszívatták. Na, ezt fogjuk veletek játszani. Na, úgyhogy jövünk mindjárt ezzel a játékkal. Ez az utolsó játékunk egyébként. Meg azt, hát utána van még ugye a hallgatói játék, azt megmutatod volna majd még egyszer, hogy elég volt. Akár most is meg tudom mutatni, ki kell találni ugye, hogy milyen háztartási eszköz hangját halljuk, mutatom, figyeljetek, így szól. Nem nehéz. Tehát egykor minden háztartás volt. Így van. Aztán mindenki lehet, hogy értelmetlen is kidobta. Igen. Tényleg. Házi tetováló. Kész a barbár. Kész. 4 perc van, pontosan 9 óra van, friss közlekedési híretek küldjetek, mi pedig jövünk vissza mindjárt a hírek után.
FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 12 percet, drága hallgatóink, a teljesek vagytok, hát a tévét már elvitték, a legfontosabb ajándékunkat, a legnagyobb nyereményt, és mégis itt vagytok, és itt maradtatok ebben a hidegben. Igen, próbálunk segíteni. A parkolót. Igen, lezártuk a parkolót, rengetegen vagyunk itt az Euronics áruház előtt, ami ugye 6 órától nyitva van, be lehet menni, melegedés jelleggel nyilván az áruház vezető örülnének, ha inkább vásárlói vénával megáldott emberek mennének be az áruházba. Itt vagyunk a parkolóban, hát nincs mázlink, mert hogy a nap sem süt ide, pont olyan tájolása van a parkolónak, hogy pont árnyékban állunk, hőgombákkal és meleg teával próbáljuk azért eloszlatni a hideget, és játékkal, már nagyon sok hallgatónkat, nagyon sok hallgatót, nézőt boldogát tettünk, sokan nyertek már sok mindent, viszont még vannak nyereményeink, úgyhogy még néhányan majd boldog, hát nem mondom, hogy mik tulajdonosok lehetnek, mert akkor elmondanám a nyereményeket, és ebben a játékban különösképpen számít, hogy mi a nyeremény. Én is itt vagyok, bocsánat, csak hátul voltam privát kolottyomban. A kitelepülésünk során volt, persze, hát valószínűleg neves bosszút állt Feri, és egyébként tökéletesen jogos is, mert ugye a kitelepülés alatt mi raktunk ki egy képet Ferinek a képmásával, a hátsó kis mobil kolottyónknak az ajtajára, hogy privát, és ott volt rajta Ferinek a képe. Én már tegnap megkaptam ezt a fotót, szerintem nem a Feri neve van benne. Nem a Feri. Nem te volt? Nem. Ilyen aljas, én csak lepisíltem a képeteket. Promóciós lányaink. Zsuzsi és Anita már tegnap elküldték nekem ezeket a fotókat. Ki van rajta a képen? Privát Jani. Toj képen, igen. Úgy éves használtam is. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, nézzük mi a helyzet az utakon. Trafi van a Fogarasi úton a Nagy Lajos előtt. Változáras Gyura küldte nekünk. Baleset az M1-esen Győr felé 22-es kilométernél. Valamint írt egy hallgató, hogy nem tudom, mi van az M0-áson, de gyertek Kumpesszérre, egy jópofa disznóvágásra, lesz disznó, páles, sör, meg bor, és persze dögös falusi lányok 6 a pluszban. Na, mit szóltok? Mondd a címet! Oh, wow! Ez mindig olyan nekünk. Bécsi úton köt van, de olyan, hogy a bringát neki lehet támasztani. Bence üzente nekünk, Budakeszi már pénteken is halál. Mi van, mindenki Budakeszire költözött? Vagy lehet, Budakeszi, népszerű. A legnépszerűbb, nem tudom, település lett? Lehet, hogy mindenki Telkibe költözött, ugye az egy ilyen zsákfalú, és akkor onnan... Ott úgy Budakeszin keresztül? Budakeszin keresztül tudsz utána átmenni a hegyen. De hogy ott minden nap most már kapjuk, hogy a Budakeszi az tulajdonképpen meghalt. M1-es autópályán óriási kör, vigyázzon mindenki, Budaörsön a Károly Király utca és a Csata utcánál pedig a lámpás kereszteződésben sárgán villognak a jelző lámpák. Köszönjük szépen az SMS-eket. Jani tegnap este nem kiabált a szomszédoknak, hogy celeb vagyok, ments ki innen? Gyerekek, a János hősiesen tűrte, ott aludt, sikerült a projekt, sikerült az ottalvás, János végigcsinálta a dolgot. És hát azért legyünk erre büszkék, egyfajta rekordot állítottunk be. 22 ezeren, majdnem 22 ezeren nézték, hát az élő közvetítést a Facebookon. Az meg a gigaszám egyébként. Az egyfajtát azt nyugodtan el is hagyhatod a rekord elől, mert hogy ez akkora rekord, amit szerintem egy jó ideig nem fog megdönteni senki. Hát tudomásom szerint a Tibi volt az, aki mondjuk fel ennyit tudott már produkálni. Az is nagyon nagy szám. És az hát is nagyon nagy Norbi szám. Az ózdi magyarázkodással mondjuk. Ja, mondjuk igen, nem ő külön kategória, ezért nem is számoltam bele így a plebszbe. Este 10 akkor 22 ezeren voltunk az élő közvetítésben. A Facebookon fönn van az anyag, hát jó beteg lett. Szóval látszik rajta azért a betegség, de tulajdonképpen ez is volt a cél. A szomszédok viszont nagyon érdekes módon olyan 11 óra magasságába szoktak kihúzni a kukát. Ott egy picit már sikerült elaludnom a hideg ellenére, meg annak ellenére, hogy teába áztattam az oknimat, és akkor már kezdtem így megszenvedni, és hallom, hogy valaki viszi ki a szemete. Péntek egyen a kukás. Csütörtök este egy lelkiismeretes lokálpatrióta kiviszi a kukát, és kihúzza a többiekét is, ha esetleg látja, hogy nincs kihúzva. Nem szeret korán kell. Hát miért? Nem. Hát korán jön arrafelé. Egyébként időnként megpihent. Nem, nem jól van, befejezte. Két fél kuka van minden háztartásban, azt ki kell húzni. Muszáj, persze, hát ott péntek reggel elviszik a szemetet, kommunális hulladékot ott rendnek kell lenni. Ha már disznóvágás, ugye erről sokat beszéltünk reggel,
Meg lehet csinálni olyan diszomágás, Feri, ami tulajdonképpen nem azon az adott helyen történik, ahol a malac van, hanem valahol ott a stúdión környékén lehet egy ilyen mobil disznóvágást csinálni. Hogy tudunk-e hozni disznót? Amennyit akarsz. De tényleg. Mennyi idő alatt van kész a kaja, ha mondjuk reggel 6 órakor már pörzsölik a disznót? Attól függ, mit akarunk csinálni. Hát mert a disznósajtnak kell egy kis idő, mire leprés ellen. Igen, a füstölcsonka nincs meg 2 óra alatt. Igen. Ezt meg én is tudom. Azzal van a probléma. De mondjuk, amit a leggyorsabban lehet, az vagy a sült húsok. Tehát ugye úgy van mindig, hogy először a hagymásvér van kész, 8-kor. A máj. Így van, a belsőségeket, hogyha ugye nem teszik bele mondjuk hurkába, vagy nem teszik bele sajtba, utána délre adják fel az asztalra az asszonyok, ugye a 60 pluszos szépségek, ahogy írt az SMS író, a sült húsokat, és akkor estére csinálnak töltött káposztát. Tehát ez a régi hagyományos. De ha mondjuk azt mondod, hogy te pörköltet akarsz enni, akkor mondjuk 6-kor a jószágot már elkezdjük pörzsölni, akkor mondjuk 11-kor már lehet enni pörköltet például. Aha. Vagy ha sült húsokat akarsz, azt is meg lehet csinálni. 10-11, bőlér és pálinka kérdése. Tehát a pálinkából ne sokat, mert akkor viszont elcsúszunk. Figyelj, és hogy ahhoz, hogy megkínáljuk a hallgatókat, mondjuk hagymásvérrel, ahhoz kell ilyen Nébi HNTS Kövér László házelnök beleegyezés, hogy valami, de most komolyan. Nébikes kapcsolataink vannak, tehát azt meg tudjuk oldani. Tehát ez megoldható? Azt meg. Mert meg. Azért az jó lenne megvendégelni, hogyha esetleg úgy alakul, hogy oda tűnik egy hallgató. Mire gondolsz, hogy... Hagymásvér. Azon gondolkoztam, hogy... Hogy konkrétan erre. Nem csinálunk még valamikor novemberig, vagy november közepéig egy ilyen on-air adásban, ott a helyszínen, nálunk, közel a stúdióhoz, egy ilyen nagyon gyorsan összehozott olyan disznóvágást, ahova meghívjuk a hallgatókat, aha, jön a rádióból mindenki, felállítunk egy jó hangulatú cigányzenekart. Mi az, amivel gyorsan lehet sütni, főzni? Hogy hívják? Gulyáságyú. Gulyáságyú. Jó, gulyáságyú van. Abba pörköltet szakácsnő lehet csinálni. Így van, itt a szakácsnő. Nagyon-nagyon jó keze van. Felállítunk egy mobil gulyáságyút, és csinálunk egy ilyen a város közepén tulajdonképpen, mert hát ott a 9. kerület, ugye ülőjét, az a tényleg a város közepe. Megmutatjuk, hogy a város közepén is lehet csinálni egy jó hangulatú, igazi, vidéki, olyan disznóvágást, hogy minden kelléket beszerzünk, de nem megyünk el vidékre, mint amikor elmentünk Túrkevére. És ugye ott állatfarmon, nem tudom, belenyúltál a tehénbe, meg csirkéket üldöztünk, meg birkát vágtunk, hanem egy ilyen mobil disznóvágás. Azóta is habkővel mosom a jobb karom. Egy mobil disznóvágás, megcsinálunk, vagy az udvarunkon hátul egyébként, akkor azt tettek az udvarunkon, vagy valahol ott az előtérbe gulyáságyúval, böllérrel, disznóval. Belépés csak kapcás gumicsizmában. Csinálunk egy olyan újságpapír kapcával. Hogy ott 9:30-kor már mindenki sült vért eszik. Jó, meg még a resztelt. Már aztán 11 órakor mondjuk megsülnek a húsok. Nem hozunk össze még egy ilyet. Hát szerintem nincs akadálya, jó. Tehát ugye most mi nem bírjunk Túrkevére, most majd Túrkeve jön hozzánk. Csinálunk egy szólunk ilyet, a Lajoséknak, nagyon rendes disznóvágó emberek, szerzünk hozzá jószágot, és akkor meg lehet oldani. Hogy ne legyen már egy ilyen elmegyünk és kitelepülünk, mert ugyanak azért különböző költségei vannak, hanem ott valahol a rádióhoz közel, 3 kézi mikrofonnal kirohanunk, és megcsinálunk egy ilyen nagy, hangulatos zenészekkel, pálinkával, egy ilyen jó hangulatú disznóvágás. Vigyázz, egy kis Manó betört oda hozzád. Hello, baby! Hello! Szereted a disznóust? Hát igen. Szeretlek. Ki ez a gyerek? De cuki vagy. Igen. Ja, kicsit messze állsz a nyuga, nem érdekes. Igen. Anyuka mondta, egy elektromos késér, megmondom. Igen. Igen. Hogy hívnak? Szia! Virágot láttam. Mit láttál? A Pius virágot. Láttál egy virágot? Igen, a Pius virágot, amikor ezért elkezdtem aludni, édesem. Hát kisítem. Te kisírt is. Kisírt és virágokat látod. Mintha magamat hallanám. A mágtaját tessék majd visszavenni a gyerektől, jó? János ugyanezt mondta. Virágokat láttam és pisírtam. Mondom, János, a sátradban vagy, aludj nyugodtan. A különbségük a bariton. Nadedőszi Mia. Lia? Lia? Lia vagy Mia? Nadedőszi Mia. Mia? Mia. Mia, Lia. Mia, szeretnél valami ajándékot? Mit nyernél? Mit nyernél anyukának? Szeretnél valamit? Mondd! Egy játékot, amikor eddig én játszok. Játszom egy piusz játékot, és eddigi szerelmet tettem. Mit lett a szerelmet? Szellemet. Ja, piros virág szellemmel. Úristen, a gyerekem is. Micsoda? Amikor eddig elkezdtem aludni, és adat kaptam. Elkezdtél aludni? Adat kaptam.
Igen, mert én agyat kaptam. Agyat kaptál a szellemtől? Igen. Nagyon rendes, ezt mondtál. Édesem, hát ez zabálni való vagy. Agyat kaptam, és a szájamet egyedi elkaptam. Annyira tűnt, hogy egy szavát nem értem. Én értem, mert a szellemeket látott, agyat arról beszél, hogy ő szellemeket kaptam. Látott a szobájában. Amikor elkezdett aludni, akkor szellemeket látott. Hát a gyerekeknek ugye azért sokszor mondják, hogy még nyitva van egy pár olyan érzékszerv, ami nekünk már nem biztos, és lehet, hogy látják, ja. Hogy kommunikálnak. Én meg azt hittem, hogy értem, hogy mondom. Szellemet. Anyuka, családdal minden rendben van otthon? Anyuka, hol van? Anyuka, itt, anya, gyere már ide, légy szíves. Igen, mi a szellemeket? Gyerekek, nálunk a Beni is mondott sok ilyet. Szóval, hogy ott ül a néni, itt ül a néni. Nem, azt mondta, hogy szellemet láttam, mert alacsony a kulcsuk nálatok, és azt hittétek, hogy már alszik. Hogy apu szokott egy ilyen fehér lepedőbe otthon így átlibbenni a folyosón? Nem, azt én szoktam. Ja, azt nem, de akkor megvan a szellem. Hány éves a gyermek? Mi vagyunk a szellemek, igaz, Mira? Hány éves a Mira? Hány éves vagy? Három vagy. Jaj, de cuki vagy, úristen, nagyon cuki vagy. Három éves vagy. Jól van. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Mi köszönjük. Kaptatok ilyen, már adtam nektek ilyen kis kártyát. Igen. Tudok játszani. Igen. Jobb hely, mint az Obi, vagy a Bölcs egyébként. Itt egy csomó mindenre lehet játszani. Köszönjük, és köszönnek. Szia. Puszi, sziasztok. Szia, ciao, ciao. Hello, tündérke. Na, szóval visszatérve, egy ilyen dísztóvágás nem hozunk még össze? Simán. Jönnek a hallgatók, ja. Ott vannak, jön a Böllér, ezt most így nagyon látom magam előtt. Tehát már várjuk, akkor jöhet SMS-ben a sörpad fölajánlás, hogy le tudjatok ülni. Egyen mindenki, hoztam 6 kiló kenyeret, hoztam két sörpadot. Savanyú borka. Én hoztam a Koviuvi, gyerekek, várjatok meg, nálam van a pörzsölő, tudod, egy ilyen klasszik, egy ilyen disznóvágás. Várjuk a bajor típusú felszolgáló lányok jelentkezését. Miért egyből ide jutottunk el? Figyelj, az érdeklődésükre adott. Így van. Lengén öltözött menyecskéket, akik majd felszolgálnak. Nagyon el tudnék egy ilyet képzelni. Be kell ezt jelenteni, vagy kell ezt engedélyeztetni? Majd úgy csináljuk, hogy ne kelljen. Ha az udvarban van, akkor... Gyerekek, disznóvágás az Üllői úton, azért ez is ritkán van, nem? Tehát azért egy rádiótörténet, azért ritkán van, hogy gyerekek, gyere hatra, mert disznót vágunk a stúdió előtt. Szóval ezt csinálja meg mindenki. Szerzünk majd ilyen munkavédelmi sisakokat, meg mindannyian kapunk majd ásott lapátot, azt elvegyünk ott a munkások között szembe. Nem fog senki feltűnni, hogy nem építkezünk. Hogy adják a malacot, Feri? Egy jó megtermett hízó, mennyi? Hogy adják a Feritek? Megszerezzük, jó? Van okosba malac? Okosba van, mindig gyerekek, van. Minden gyerekek, van. Hagyja csak. A hatáposnál minden hagyja van, értek. Van annak módja, hogy legyen nekünk egy malacunk, nem kell az most itt rohangálni. Nem kell valami nagyon nagy, tehát hogy valamilyen kis emberi méretűnek. Most azért 150 kiló alatt nem kezdünk hozzá, mi a francnak, jó, az is hülyeséggel. 150 kiló alatt ne szólíts meg, Feri, értem, igen, akkor kezdjél amatőrökkel. Hát de nem, most koszoljuk össze magunkat egy 80 kilóval, hülyeség. Vagy tökéletes lesznek, hogy majd a turkevelyek megindulnak ilyen kis karavánban. Budapesten, mert még nézik majd mindenki, aki nem tudja, nem hallgatja a Morning Show-t, hogy már megint miért pattognak a gazdá. Már megint valamire készülnek. Én már nem az időjött a Feriára, mellett menne a pörzsölő, figyelj, nagyon beteg. De nagyon nagy. Tényleg. Próbáljuk egy ilyet összehozni. Hát szerintem meg lehet ezt csinálni igazából. Jó. Egy jó zenekarral tényleg. Egy klasszik élő zenekarral tényleg. Figyelj. Egy jó kis grofó fellépés. Hát nem tudom. Mi ki szereti a grofót? Nagyon kell. Az a baj, hogy azokhoz a fellépésekhez, ahol ő jár, nem illik villamossal menni, csak helikopterrel. Hát igen. Ez is igaz. Nem mondd, hogy nincs meg, hogy hárman egy kicsi kis pálinkás üveggel éppen kocintunk 9-kor a nézését meg a járását. Ütemesen 200 ember, miközben a malac már darabok volt ott. Valahol pörkölődik, hogy nem tudom, sül éppen. Hát sziját, azt imádná szerintem mindenki. Nem nagyon láttam a promos lányok arcán a boldogságot, de összehozzák. Csak már agyallak rajta rendszeresen, hogy lehetne ezt összehozni. Igen, nem, hát ez tulajdonképpen tőlünk kap a rádió egy ingyenes kitelepülést. Tehát ez a mi ajándékunk a rádiónak, nem? Jó. csinálunk nekik egy ingyenes kitelepülést, ami nem kerül semmibe, oda kell jönniük enni. Hát ez... Nézd az Anitát, hogy örül. Érde, ugye? De semmi nekem. Dolgotok nincs vele, tudjátok, mindent elintézett a főnök. Kész, gyerekek, csak enni. Csináljátok a Fradi stadionban, 2000-en elférünk, Norbi, disznóvágás, Juppé, én viszem a székeket, írja egy hallgató. Másik, már van felajánlás a sörre egyébként, úgyhogy meg nagyon sok minden van már. Ne felejtsétek el meghívni Gábort a disznóvágásra. Ja, hát persze, de tényleg. Igen. Majd kikötözzük és végig kell nézni az egészet. A disznót levághatnátok Balázs kocsi bejáróját. Igen. Fűtött. Kölcsön kérjük az MTK kivetítőjét. Tényleg. Összehozunk egy ilyen nagyon nagy képernyős kivetítőjét.
kivetítéssel megoldjuk az egészet. Mindenkitől, ami a specialitása, azt kérjük. Tényleg, hogy a kocsi beállodnak a fűtését nagyon feltekered, csak forgatni kell rajta a disznót, és meg is pörzsölődik. Zárójelben teszem az erre a hallgatók, nincs fűtve a kocsi beálló. Tehát, hogy ez vannak, akik ezt komolyan. Nincs fűtve, termálforrás fölött, nem kell fűteni. Tehát azért minden ne égyetek el. A tájvédelmi körzet közepén. Jó, akkor erre visszatérünk, lefűtjük a kötelező köröket, hogy lehet ilyet csinálni, és akkor még novemberig csináljunk már egy ilyet. Ez szerintem az a szenzációs lenne. Oké, játszunk. Jó, itt vannak a hallgatóink. Választottunk hallgatókat? Választottunk? Ti már azok vagytok, akiket választottunk, akkor lépjetek be ide, legyetek szívesek. Nézd csak, ez arrébb tehető, látod? Gyere. Így van. Gyerekek, azt csak elmondom, hogy egy olyan hallgatónk nincs, aki még emlékszik a Vágópista játékára. Ki emlékszik, ha van benne valami játékra? Egy ilyen nagy reluxa volt. Emlékszel, volt a három kategória? Igen. De te is már csak utólag nézted videón, tehát eredetiben nem. Én még néztem real time. Hogy hívnak? Hello. Gyuri, emlékszel még? Igen, emlékszem rá. A Gábor is ugye remek paródiát csinált belőle. Arra jobban emlékszem. Csipovics. Most igen, ugye, és ebben lehetett választani, az volt a játék, a gyerekek ült a vágó egy másik játékosra szembe, és barkopáztak. Tehát milyen analóg tévézés ment még, nem? És akkor ez... De ez most hát... nagyon nehezebb gondoltam, na? Milliók nézték, hogy Vágó István ül az asztal másik oldal egy játékosra, és ki kell találni, hogy mire gondolt a vágó. És ez egy tévéműsor volt akkor, ma már azért ez elképzelhetetlen. És akkor jó... Látfagy, tejföllel, lát! Fogalom. Én vágod. Nem. Meghalt valaki. Úristen, vágod. Meghalt valaki. Zseniás. A Gábölgyi paródia zseniás. Oké, csajok, hogy hívnak benneteket? Andrea. Andi, te egyáltalán nem emlékszel már erre, nem? Nem. Nem emlékszel? Nem. Rózsa Gyuri leg. Hát őre igen, emlékszem, de magára erre a játékra nem. Nem. Az Egri Jánosnak sem emlékszel a játékaira? Semmi? Hát, hogy a vágóra nem emlékszik Egri János, meg aztán tényleg egy ilyen léptetővel mentek körbe. A legjobb volt az Egri műsorban a fekete bőrfotel, egy piros és egy zöld, ilyen nagy infralámpa volt föltéve, hogyha tudtad. Akkor és zöld látott, lett az infralámpa. Igen, és látszott a csávónál, mert az melegített, hogy elkezd izzadni a hapsi a bal oldalon. Zseniális. Jánosban az volt a nagyszerű, hogy akár jó, akár rossz választ adott a játékos, akivel játszott, mindig ugyanúgy mosolygott. Igen. Volt egy ilyen finom gyilkos mosolya, 30 évig ezen szocializálódott egy komplett generáció, nem? Tehát, hogy ott nem volt igazából nagy szeretet. Gratulálunk. Mindig a primitív proli. Igen. Téged hogy hívnak? Hello? Zsófi. Hát Zsófi, te fiatal vagy, te ezekre abszolút nem emlékszel. Hát azért annyira nem. Hány, mikori vagy? 90. Atya úristen. Zsófi. De akkor te nem emlékszel arra, hogy be lehetett telefonálni Dévinyi bácsihoz, és lehetett vele torpedózni? Arra emlékszem. Megvan? Meg. Egy pillanatra mindenki felvillantotta, ugye felvillantották, magyar néző felvette videókazettára, megpróbálta pauze gombbal megtalálni, hogy Dévinyi bácsi mikor villantotta fel, hogy hol vannak ugye elrejtve a hajók, és aztán lövöldöztek. Atya isten. Na jó, ki kezdi a játékot? Zsófi, kezdette? Kezdem. Kezdjél. A játék lényege ugyanaz, mint Vágó István régi Barkópa játékában. Amire nem emlékszem. Amire nem emlékszem. Ugye ott is az volt, hogyha kitaláltad, amire a vágó gondolt, akkor megmutatták neked az első ajándékot. Ha az tetszett, akkor elviheted, ha nem, akkor benéztél a redőny vagy reluxa mögé, akkor viszont már nem vihetted el azt, ami ott volt, ugye, és vagy jobbat kaptál és örültél, vagy valami sokkal rosszabbat, és általában így történt, és bántad, hogy miért nem vittem el az ajándékot, miért néztem be a reluxa mögé. Hát most nekünk reluxánk nincs, viszont dobozaink vannak. Tehát a lényeg, hogy ugye megnézed, hogy mi van a borítékban, és ha az tetszik, akkor megtartod, ha nem, akkor pedig benézünk a doboz alá. De így is úgyis megfagysz. Okay. De így is megfagysz. Oké, Zsófi, mehetünk? Jó, mehetünk. Kivel szeretnél barkopázni? Egy percet van arra, hogy kitaláld. Jani Balázs Feri. Kell velünk barkopáznod ugyanis egyet. Találd ki a nevünket. Jó, Balázs. Velem szeretné, jó. Csak hogy maradjunk azért a témánál, ugye mégis csak az Euronics áruház láncnál vagyunk. Konyhai eszköz, minden, ami... Disznóölőkés. Igen. Fokhagyma pucoló. Igen, fokhagyma nyomó. Elemes csontozó. Jó, tehát hogy egy konyhai eszköz, konyha és minden, ami a egy háztartási eszközre gondoltam. Jó. Mehetünk? Aha. Jó, na indulhatunk. Óra indul, János, van órád? Hogyne volna, persze. Óra indul, tessék. Másodpercet van kitalálni. Előbb még egy perc. Tudsz barkopázni? Csak igen, nem, mert tudok válaszolni. Oké, mehetünk, tessék, egy perc. Nem, na, te várjál kicsim, nem te gondolsz, ő van, Balázs gondol. Te vagy, nem tudsz barkopázni? Úristen, de jó, hogy én gondolok, te kérdezel. Olyan fiatal vagy, hogy barkopázni sem. Tessék. Beleteszünk valamit? Igen. Felaprítja? Mi? Ja, elnézést, kiestem a szereből. Nem. Ön? Ki? Ön? Nem. Miért magázol? Tegedzél. Nem. Melegíti? Is. Van ilyen válasz? Is. Hűti is? Tessék? Hűti is? Nem, azt nem.
Kijön belőle valami? Jézus, hát ha kijöntöd. Hát ha kiveszed, akkor igen. Mármint... Igen. Méretre kérdezi, hogy mekkora? Egy turmixgépnél nagyobb? Nagyobb. A tiéd? Igen. Rám kérdezek, mi az? Igen. A konyhapultra tesszük? Nem. Lejár az idő, csies. Egy hűtőnél nagyobb? Kisebb. Szárít is? Igen. Mosógép? Nem. De jó nyomon vagy, nagyjából hasonló gép, mi lehet? Belerakunk, kivakolunk. Szállítógép? Nem. Mosogatógép? Így van, jó, na, úristen. Jó, válasz egy borítékot. Na, egyes, kettes vagy hármas, melyiket választod? Legyen a kettes. A Barkóba istennője vagy. A Barkóba királynője. Mi van benne? Olvasd el, Zsófi, jó? Mit ír a papír? Remington körkéses borotva. De jó az neked, te! Kicsit fájni fog a becsípi. Óvatosan én maradnék a kézinél. Azt hiszem, egy másikat. Te benézel inkább mögé. Úgy érzed, nem kell a borotva. Nincs egy pasi, akinek ez jó lenne? De van, de most én szeretnék nyerni. Milyen őszintén? És milyen szociális? Nincs egy pasi, aki azt mondja, hogy de igen, szükséged van rá? Úgyhogy akkor ezt most visszatok. Oké. Zsuzsi, még valami fontos, hogy de kivel cserélhet? De most adja oda a Remington? Nem. Most választania kell, dobozt kell választani. Így van, ne kavarjuk össze. Akkor a Remington ugrott. Jó. Nézd be, nézd meg a dobozt. Nézem meg. Nézd meg, nézd ki. Bonsd ki. Hogy mondjuk, hogy alja. Ott van egy másik boríték, azt olvasd el, hogy mi lehet benne. Na. Segítünk, gyorsan. Aj, remélem valami menő. Biztos lehetsz benne. Valami menő? Tehát nem kellett a borotva, mit nyertél? Viharlámpa elemmel. Hello! Vágó István szellemére emlékezve. Elhagytam már, olyan régóta. Nincs jobb, amikor az ember nyerhet egy borotvát, de elvisz egy jó viharlámpát. Ezt, így kell ezt csinálni. Ez szerintem pontosan ugyanolyan ellenes viharlámpa, amit én használtam tegnap este, akkor ez pedig nagyon patent. Így van. Sok szerencsét majd hozzá. Sokat vagy viharban, ugye? Igen. Társasház, panellakás, családi ház, merre laksz? Érden. Érden, tehát családi ház? Igen. Egy jó viharlámpa. Egy jó viharlámpa. Oké, köszönjük szépen. Látom, hogy örülsz. Van egy jó viharlámpád. Nem kellett volna telhetetlennek lenni, ugye? Igen. Ahogy Vágó úr mondta annak idején. Gyurikám, kivel barkobáznál egyet? Én Janival szeretnék játszani. Okay. Háztartási gép, amire gondolnod kell. Jó. Egy percet van kitalálni. Konyhai, ez is konyhai lesz? Hát ilyen, ami a lakásban, nem csak konyhai, a lakásban lehet bármi háztartási gép. Oké, okay, megvagy? Nem az. Jó. Okay. Megvagy? Oké, okay, mehet. Óra indul, gyerünk Gyuri. Oké, okay, konyhában van? Igen. Jó, oké, okay, elektromos? Igen. Nagyobb, mint egy mikro? Nem. Akkora, mint egy mikro? Igen. Tessék? Igen. Egy mikro? Az! Gondoltam, hozok egy kicsit az időm, mert már kezdünk kifutni belőle. Jó, oké. Okay, gyors voltál, gyere Gyuri. Na nézzük. Gyurikám, megvan, hármas vagy egyes boríték? Egyes boríték. Egyes. Olvasd el akkor, hogy mi van benne, és aztán dőzd el, hogy elviszed, vagy belenézel, megnézed, hogy mi van a redőny mögött. Hm. Jó? Egyébként vannak régi tévéfelvételek a YouTube-on, van benne valami kérdezfeleleg, egyébként nézzétek meg, szenzációs. Nyereményed, miért nem tudsz olvasni, na, hogy csak... azért tartod ide? Jó, de szívesen nyereményed egy Russell Hobbs Turmix gép. Okay, szuper. Aha. Turmix gép. Én benézek mögé. A Turmix gép mögé? Nem. Nem szeretél? Akkor alá, doboz alá. Egy gyönyörű Turmix gépet. Feleség, barátnő van? Akarsz egyet a Turmix gép mellé? Van feleség, barátnő, senki? Tehát akkor hát egy pasinak nem kell egy turmixgép, mit csináljál vele? Hát tudnám használni, de kíváncsi vagyok, mi van. De mi van, hogyha esetleg az, amit ott találsz, nem annyira vonzó, vagy nem annyira izgalmas, mondjuk egy... Úgy jársz, mint Zsófi. Igen. Benézed. Egy rozsdamentes manuális konzernyitó. Nem zavar. Nézzük meg, hogy mi van akkor a paramázögött, jó? Azt mondja, hogy volt egy turmixgép, egy gyönyörű multifunkciós turmixgép. Hát hányan tartották volna ezt meg? Gyuri nyitja a borítékot. A játék az jobb, mint a... Egyébként én is mindig nyitnék. Én sem vinném el azt, ami elől van. Olvasd fel, hogy mi van a papíron. LG áramvonalas gőzmosógép. Azt a minden így, gyerekek. Gyurikám, hogy állunk a mosógép ügyileg? Hát, az pont kell. Komolyan? Nem rossz, mi? Igen. Legény lakás, vagy most költöztél el, vagy miért? Ezt hagyjuk. Ezt hagyjuk.
mi lehet a háttérben? Most kezdett ugye... igazán érdekelni a történet. Jó, akkor csak annyira, hogy... Nem, van egy mosógép, régi, nem nagyon működik. De jó. Az is a volt csajodnál maradt. Jó, jó, nem feszegetjük tényleg. Jó. Figyelj, Gyuri, akkor meg pláne örülünk, ha jó helyre ment. Sok-sok éves vízköves régi? Olyasmi. Még felül töltős? Az. Hát akkor egy gyönyörű mosógép. Szuper, és ráadásul még áramvonalas is, tehát majd átszuccolásnál, hogyha tetőcsomag tartom vissza, hamarabb átérsz. Igen. Gyurikám, tök jó helyre ment, akkor gratulálunk. Bátor voltál. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, hogy játszottál velünk. Jó washing masinolást. Igen. Okay. Köszönöm még egyszer. Köszi Gyuri, csáó. Jöjjön a harmadik játékosunk. Mondj egy nevet nekünk még egyszer. Andi, Ferivel fogsz barkopázni. Ne haragudj, csak én maradtam. Minden, ami a lakásban megtalálható, konyhai, bármi másra használható eszköz. Jó, tudod, de lehet akár fürdőszoba is. Én kicsit többet vagyok a konyhában, mint a srácok együtt, tehát hogy nekem azért vannak ilyen fontos dolgaim. Én, tehát a sous vide gép felé, ha tudsz menni, vagy valami ilyen egyszerűt. Feliből kiindulva konyhai eszközre kell gondolni. Mehetünk? Mehetünk, mehet. Akkor a konyhába. Igen. Andi, óra indul, gyerünk. A mérete... Miért magázod? 194. Kés, körülbelül mit egy ekkora kés? Nem. Nagyobb. Nagyobb. Szűzanyám. Nem. Hát azért van még egy pár nagyobb dolog a konyhában. Például a nagymama. Lehet. Gyerünk, Andi. Lehet vele turmixolni? Nem. Nem lehet vele turmixolni. Akkor... Kicsit konkrét A barkóba királynő. Nagyon jó. Hasonló nyomod, mint Zsófi. A ribájak? Nem az. Nagyobb, mint egy hűtő? Nagyobb, mint egy hűtő? Nem nagyobb. Kisebb? Köszönöm a kérdést, kisebb. Kisebb, mint egy hűtő. Mint egy hűtő. Tartunk benne valamit? A mikrótól kisebb. Akkora, mint egy mikró. Mint egy mikró. Az nem lehet, mert az előbb is az volt. Egy 765-ös bőgnél nagyobb. Úristen. Tartunk benne valamit? Nem tartunk benne valamit. Nem. Most kijátszik. Milyen? Kicsit túlpörögted. Segíthet. Azt, amit elkészít, ezen segítek, azt, amit elkészít, azt addig benne tartjuk, amíg elkészíti. Sütünk benne valami? Okos. Gáztűzhely? Nem. A gáztűzhely? Akkora, okay. Mint a mikró, édes. Saját kezünk... Mikró az... Nem mikró. Saját kezünk által dagasztjuk azt, amit belerakunk? Kenyérsütő. Kisúgta meg. Ki volt az? Ki van gyerünk, köszönjük. A játékosokat diszkvalifikált. A férjem. Ja, akkor is. Aha. Kérdezz rá. Lejár a 10 perc. Kenyérsütő. Igen. Kenyérsütő. Nagyon jó. A borszóró. Aj, de sajnálom. Elektromos nagyipari borszóró. Nagyon okay. Jó. Na gyere. Gyere, Andi. Válasz egyet. Tud főzni az asszony egyébként? Azt mondja a férje. Mondja már valamit, hogy főz, őszintén. Hát belejön. Rendelünk, azt mondja, igen, nem szeretek főzni. Andikám, nem is. Mivel próbálkoztál utoljára? Mi volt az utolsó? Na, mondj nekem valami, mi volt? Biztos rántott hús, a szokásos. És borzalom lett? 2001-ben. Borzalom lett? Nem, de úgyis az jó. Nem, miből csinálta rántott hús? Disznó vagy csirke? Nem, csirkemel. Csirkemel. Igen. És? Mit láttál a párod arcán? Ő már unja. Hogy mit láttál, most is azt látod. Ő már unja rántott. Mi a legjobb kajája? Nem tudnám megmondani, de az unokája szereti igazából a rántott húst, meg az én unokám is persze. Unoka? Nektek unokátok van? Igen. Nem már jön a második. Ne szórakozzatok már. Úristen, ez a szürreálisabbnál is szürreálisabbá tett ezt a beszélgetést. Unoka? 3,5 éves a nagy. Ne csináljatok már. Jézus Isten. Na várj, ezt akkor bontsuk vissza. Tehát hogy van, hogy... Hány éves volt, amikor szültél? 18. És a lány? 20. Vagy fiú? 24. És a lány? Gondoltam, hogy egy lány. Ja, már. Érted. Én a menyem. A lány. Ő 26? Most igen. Mikori vagy? 23. Tudom, hogy nem illik olyat kérdezni nőtől, hogy hány éves, ezért kérdezem, hogy mikori 74. vagy? 74. És nagymama vagy? Aha. Olyan a genetikát, mint Shernek. Figyelj, azért 74-es születés... Ennek a plastikai sebésze olyan, de... Ritkán találkozik az ember 74-es születésről, aki unoka. Hát gratulálunk! Köszönöm. Hát ez nagy dolog. Hát, és büszke is vagyok. Tök jó, hát akkor még tud sokáig unatkezni. És dédunoka is benne van. Ha mindenki folytatja ezt a hagyományt, hogy ilyen 20 körül, akkor hát. Megvagytok. Csoda, hogy ennyi utód, mert nincs időd a szakácskönyvek. Ugye igazából a főzés az egy olyan dolog, ami belejön. Nekem most volt egy barátom, aki mondta, hogy hoz valami kaját, mert nagyon éhesek voltunk. Vikivel, és akkor átugrott, hozott kaját, mondta, hogy az anyukája csinálta. Hozott rakott krumplit, tudod, mi volt benne?
Az anyja csinálta. Párizsi. Takarékosan. Úgy imádom Joli nénit is csókoltatom, és Isten ilyen főz. Mondta a Márk, hogy ő nem szereti a kolbászt. Nem mondom, hogy hülye vagy. Hát nem szólt anyának, hogy ne rakjon párizsit a rakott krumpliba. Egyébként érdekes elképzelés volt. 10 perc után megszoktad. Jó vastag szeletre várva. Jó vastag szeletre várva, mert egyébként ő kolbásszal csinálja, csak Márkocskának csinált párizsival rakott krumplit. Márk, úgy szeretik a Balázsik a francia konyhát, de akkor párizsiasan csinálom meg egyik ezt a rakott krumplit. Szóval ne add föl, van remény. Joli nénit kiválóan főz, csak Márk egy ilyen rakott krumplit hozott nekünk. Hát mondom, azért ez egyedi. Oké, nézzük a borítékot, mi van benne. Igen. Jó, figyelj, Andi. Ilyeneket, hogy mi a besamel mártásban mi van, az megy? Nem. Azt is tudom nevelni. Ilyen 10 után maradjatok már itt, jó? És akkor dumáljatok. Remélem valami főzős. Az a baj, hogy nem is nagyon érdekel a főzés. Na. De ezt én tökre megértem, nem kell minden nőnek főzni. Smartwatch, okos óra. Egy Sony Smartwatch, okos óra. Oda néz, ez az össze lehet a telefonnal okosítani. Akkor kérjük szépen. És mi van, ha oda benn van valami? Apa ezt szeretné, apa legyen. Várjatok, lehet, hogy tévé van bent, lehet, hogy mosogatógép, lehet, hogy mosógép, lehet, hogy valami baromi drága házi mozi rendszer. Tehát, hogy nagyon nagy dolgok lehetnek még bent egyébként. Na? Mit mond? No, lehet, hogy nem. De miért te csinálnánk ezt meg? Miért csinálnánk ezt olyannak meg? Olyannak ismersz bennünket? Nem élünk egyszer. És mit csinálsz egy okos órával? Próbáljunk meg, egyszer élünk. Én is ezt mondom. Futok, aztán ahhoz szeretném. Igaz. Az nem jó. Futára futó órát vegyél futásra. Ez okos. Ez okos óra. Van benne GPS? Elmondom, hogy mosulták a fülemre, hogy drága dolog van bent. Egy menő drága dolog van bent. A dobozban? Így. Várj a borítékon. Két okos óra. Na mit mondat? Nézze meg, veszek egy másikat. Nézze meg! Ez a beszéd! Nézzük meg! Feleséget, vagy mi? Nézzük meg, mi van a borítékban. Okos óra marad, borítékot választotta az urad, úgyhogy akkor nézzük meg. Én úgy hallottam, hogy itt valami drága, értékes dolog van bent. Úgyhogy lehet, hogy én azt hiszem érdemes volt. Érdemes volt cserélni. Jó, nézzük akkor meg gyorsan. Mit ír az utolsó boríték? Fali kártit. De ha? Na? Russell Hobbs konyhai robotgép. Szia, okos óra! Nem baj, jó lesz. Most azért csak hozzáteszem, hogy ez tényleg az, ami a minden tudó. Tehát ez nem egy ilyen merülő turmix, meg egy izé, hanem ez az, ami A-tól Z-ig még a déd unokád is áldani. Életes lesz most, hogy jön bizony. A második unoka, úgyhogy... Pépesítés, pürésítés a kicsinek, tehát minden tud. Majd látni fogod egyébként a 10-es fokozata rántott hús. Ez tényleg minden tud. Jó, figyeljetek, én beszéltelek rá benneteket, tartsátok meg az okos órát is, jó? Így van! Hagyjad és összecsukom nektek a laptopját. Jó, tartsátok meg az okos órát. Na, jó, persze, valahol ott a melkasom alatt még van valami, amit úgy hívnak, hogy szív, úgyhogy... Nézd meg milyen, nézd. Na, király vagy. Mi a kedvenc műsorod? Várj, gyertek át pénteket. Nem, gyertek át péntek este. Mert hogy pénteken lesz. Puszi nektek, szevasztok, ciao, köszönjük. Gyorsan elmegyünk. Most állj. Igen? Akkor a többieknek is oda kell adnod a másikat. Jó, adjuk oda. Kapják nem? meg ők is, fogalmam nincs, mi volt benne. Van, aki megnézte, ugye? Kapja meg mindenki. Jó, odaadjuk mindenkinek. Hát jó, persze. Nagyon jó. Adjuk oda mindenkinek. Oké, játszunk gyorsan egy hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Nyertél, jöjjön a best of! Így van, nagyon megcsúsztunk gyerekek, hogyha ez nagyon gyors érték lesz. Jó, oké. Hol vagy? Hogy hívnál? Hello! Sziasztok, Adrián vagyok. Szia. Érdről. Igen. Nagyon jó. Milyen borításon játszanak a wimbledoni tenisztornán? Jézus Isten. No. Nem, fű. Hmm. Ja, bocsánat. Van, aki elszívja, van, aki játszik rajta. Még egyszer. Mi a wimbledoni teniszpálya mivel van borítva? Sallakkal vagy fűvel? Fűvel. Így van, igen. Fűvel. Fűves. Nagyon értek hozzá, nagyon sok teniszt nézek. Menjünk-e tovább, vagy megállsz? Hát menjünk tovább, hogyha már kijöttem, akkor mindenképpen. Melyik amerikai színésznő filmje a 9:30? Ki játszott benne, vagy a Szigorúan bizalmas című filmben, vagy a 8 mérföldben, Eminem anyukája volt, ki ő? Így van. Nagyon így van. Jó. Kimő. Gratulálok, köszönöm. Kimő. Mond? Kim Basinger. Eddig hasítasz. Megvan, mit van meg? Már megvan mindened. Nem, mindene még nincs meg, jó. De még meg lehet. Csak mondom, hogy van egy harmadik kérdésünk, mi legyen. Igen, azt gondoltam. Na? De most ezeket azért pakoljuk ki, hogy így mindig visz egyet. Nem áll. Igen, elvitt most a játékosunk egy mi van ott előtte? Ez kérlek szépen egy vízforraló, azt ez egy pirítós készítő, és a vége pedig egy ilyen
Kávéfőző. Ez nem rossz. Nem rossz. Tehát a harmadikat is tudok, akkor mind a háromat így. Ja, most jelzik, hogy lengyel piac lesz utánunk, ez már oda lesz pirak. Menjünk tovább? Mindenféleképpen, menjünk. Na, jó van, egy. Melyik országban található a Bundási Jézus néven elhíresült freskó? Mi is sokat beszéltünk róla. Bundási Jézus. Egy öreg néni bement, és önhatalmulag felújított egy freskót, és borzalom lett a végeredmény. Mi is beszéltünk róla. Pedig hallottam. Avagy Moncsicsi Jézus. Moncsicsi Jézus. Melyik ez az ország, ha nem Portugália? Ha nem? Ott van mellette. Így van, és tudja, és tudja. De jó vagy. Milyen ügyen. Köszi nektek. Látod, hogy érdemes kijönni hozzá? Igen, igen, mindenféleképpen. Menza és MTA tag vagy nyilván. Puszi, neked használd egészséggel. Köszönöm szépen. Megszórtunk néhány ajándékkal. Erre nem gondoltam. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azt kellett volna, hogy mennyi ez ide. 3-4-10 lesz 1 perc. Egy mosógépet gyert a kedves hallgatók. Kicsit így toljuk egyébként, gyerekek. Ma nem megy haza senki üres kézzel. Kocsival jöttél, el tudod vinni? Igen, el tudom vinni, köszönöm. Jó, mert odaadta volna a kocsi kulcsot is egyébként, de ezt most bukta. Akkor mégis inkább. Ne akart sokat szervizelni. Csak úgy kijöttél, igen, szervizigényed az autó. Jó, hogy kiugrottál, viszed a szajrét, már mész is. Így van, köszönöm szépen, így is megfagytam. Ja, bocsánat. Jó, nyugodtan cseszél le bennünket, igazad van. Szafi, ennyit fázni ezért az ajándékért. Komolyan mondom. 3-4-10 volt 2 perce, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 9 óra múlt 54 perccel, hát egyszerűbb, hogy mondom, 6 perc múlva 10 óra, jó, szép futballi. Mégis csak 40 éves vagy, tehát lassan sikerült összetennem, hogy hány óra van. Itt vagyunk, drága hallgatók, és mivel nagyon sok minden történt, bocsássátok meg nekünk, ritkán teszünk ilyet, de kihagyjuk a best of-ot, bár szoktunk azon hallgatóinkra mindig gondolni, akik nem hallgatták végig a 4 órát, de egyszerűen tele voltunk játékokkal, és szerettünk volna minél több hallgatót boldogát tenni, úgyhogy nem tudjuk most a nap legjobb pillanatait megmutatni, mert hogy nagyon megcsúsztunk. Viszont van még egy nyertesünk, mert ugye mindig gondolunk azon hallgatóinkra is, akik ugye nem tudnak itt lenni velünk. Így volt ez a Suzuki-s játéknál is, hogy mindenki benevezhetett igazából, és mindenkinek esélye volt arra, hogy megnyeri az autót. Ma is szeretnénk még egy olyan hallgatónak kedveskedni, aki nem volt itt a helyszínen az Euronix áruház előtt, hanem ugye hát adásban hallgatott bennünket, és elküldte a jó megfejtést, úgyhogy mindjárt visszavunk valakit, és elmondhatja, szerintem itt hallottuk. Szegény Suzuki-s lány, aki ugye hallgatóként jutott be, még a mai napig is sír. Nem tudom, emlékszel-e, ő volt az, aki a hármast akarta válaszolni. A kulcs volt, és fú, összeomlott, reméljük, most boldogabb nyertesünk lesz. Sajnáltam, igen. Szegénykét. Morning show? Az bizony, jó reggelt, szia! Jó, jó, jó. Sziasztok, Kata vagyok. Hello, Kata. Hello. Kata, beszéltünk mi már valamikor? Nem, még soha. Még soha, jól van, akkor honnan hívtál minket? Sokszor hallottam, hogy én boldogabb. Szegedről. Szegedről? Igen, Kata. Na, mi volt a megfejtés, mit hallottál, vagy mit küldtél nekünk? Hát egy ilyen elektromos kenyérvágó. Így van. Ez egy elektromos kés volt tulajdonképpen. Igen. Ezt kellett nekünk elküldeni. Mást is küldtél, vagy ezt küldted csak? Nem, ezt küldtem csak. Igen. Ez volt a hang, figyeljetek? Igen. Ugye amikor bejött, nekünk is volt mindenkinek, hogy sláger volt. Aztán rájöttél, hogy összetöri a kenyeret, nem lehet rendesen vágni, elraktad egy ideig a fiókba, és nagyon kevesen. Szerintem nagyon kevesen használnak ilyet. Na, ki van még ott? Ki van még ott? A kislányom vagyok itthon. Kislányod, a mennyi idős? 2 éves. 2 éves. Na jól van. Oké. Mit nyertél? Mit nyertél? Még azt nézem, annyi nyereményünk van. Na, mit nyertem? Elektromos kenyérszelet előtt. Na, de. Azt nézem, hogy... Valami nagyon-nagyon szép ajándékot. Tóti Biszti. Figyelj. Nézzük csak, hogy a naphallgatója mit kap tőlünk. Nem a naphallgatója, ő még nem a naphallgatója. Ő nem az? Igen. Ja, mert hogy ő játékra, igen. Igen. Szeretsz-e főzni? Igen. Szóval jól főzöl? Mondjuk, igen, talán. Van egy ilyen, nem tudom ez pontosan micsoda, egy ilyen elektromos főző edényünk, ez az indukciós, nem, vagy ez nem az? Nem, amit te nyertél. Kösz, segíts. Az egy jókor jössz. Öt személyes Russell Hobbs levehető lapos asztali konyhai grill vendégváró készülés. Kis konyhai grill set, amivel tudsz grillezni, nem kell kimenni szabadba. Nagyon jó. Kolbászokat, hurkákat, húsokat lehet rajta grillezni. Eredetileg csak 3 személyes lett volna, de Balázs még rámadott 2 személy. Így van. Szuper, úgyis sokan vagyunk. Jól van, hát akkor használjátok egészséggel. Nagyon szépen köszönöm. Puci nektek, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm, ciao. Sziasztok. Hello. Hello.
Na. És még a nap hallgatójának is van ajándékunk? Hogyne volna. Lápá. Tényleg, még az is van. Aha, ez a multikukker. Ja, ez a multi edény. Na, írjuk a nap hallgatóját akkor gyorsan. És aztán búcsúzunk. Van receptet közben? Van, Feri. Kérlek szépen, mert itt van az ősz, és tök van, sütőtök, ezt nagyon szereti a magyar nép, vagy legalábbis csoda. Szerintem. Hát kétféle formában szoktuk alkalmazni, az egyik, amikor megsütött simán a sütőben, lehet ott egyébként. A másik meg kerti lámpás. Az is. Ja nem, még csak most. A másik meg a sütőtök krémleves, de egyiket se csináljuk. Király. Hanem végre van egy harmadik verzió. Csak azt várom, hogy hátra felveszi. Nem veszi föl. Nem veszi. Miért nem veszi föl? Mondd, hogy morning show. Morning show. Ja, nem én. Jó, okay. Én örülnék ennek a kukkernek, na mindegy. Jó, akkor nem vette föl. Jó, anya, köszönjük szépen. Gratulálunk. Nem vette fel, szóval a recept. És az a lényeg, hogy nyakki van, tehát nudli, sütőtökös mártásban megcsinálva, gyönyörűen lesütött békönnel a tetején, kis bazsalikommal, mert az mindig van otthon, ugye? Hát most már egyre kevésbé mondjuk. De még mindig lehet kapni. De azért lehet. De az kihagyhatod belőle. Az a lényeg, hogy egy ilyen sütőtökös mártásban van maga a nyokki, azaz a nudli, mondjuk így, és egy ilyen tényleg tök egyszerű, 5 alkatrész van hozzá, egy edény, és megcsinálod az egészet, és nagyon-nagyon finom. Írgalmatlan jó. Jó, kintal a sütőtökös mártás. Jó, ha az eredeti receptet akarod megcsinálni a hétvégén, úrját hozzánk, még van 3 levél bazsalikomon. Abból az egyiket odaadom. Ide most bemész ebbe a nagy áruházba mellettünk, és akkor ha úgy csinálod, hogy a leértékelt áruktól elfordulsz jobbra. Akkor hagyjuk. Ugye, tudtam én. Akkor az nem a te asztalod. Igen, most már mindenütt. Nem, érted. Most nem fogok te fánkítani, érted. Csavikám, jó reggelt, ha itt vagy. Szia. Hogy ne volnék. Jó reggelt. Hello, mi újság? Hát annyira hiányoztok. Most hát te is, mindig hívunk, ha sokan vannak. Most jött a főnököm, mondta, hogy közös főnökünk, és mondta, hogy ott volt nálatok, és hogy csodaszépek vagytok, és hogy megtelt a parkoló. De hát nem sokan hozta. Voltak, mondtam neki, voltak. Hogy hozzá el a tévét, de nem hozta. Nem igen, elvitték, megnyerték. Kiszortunk mindent, amit lehetett. Nagyon, hát a nyeremény átadók voltak a legszebbek egyébként, most nem azért mondom. Hát, ahogy az ellet mondva, gyerekek. Csabikán. Itt ülök reggel óta, és mondom, hogy mi a nyeremény. Az oda volt téve. Milyen zenéid lesznek, Csabi? Remek zenéid? Figyelj, most a Janinak kell hoznom egy dalt. Tehát úgy érzem, hogy a Jani most megérdemli egy kicsit régebbi Madonna 7. lemezéről, de érteni fogjátok, a aha. Frozen. Azt hittem, hogy ennél stílszerűbb leszel, és a jégszívet küldöd nekem. Hát ez ugyanaz, csak angolul. Igen. Tök jó, valaki elküldte a kenyér szeretőlőre. Akkor is varrógép. Nagyon jó, imádom. Akkor is varrógép. Sok felkiált. Igen, ráhagyjatok ti meg, ez akkor is varrógép. Jól van. Na, köszönjük szépen, drága hallgatók, hogy nagyon, ilyen sokan nagyon eljöttetek. Hát ugye ez nem egy hagyományos pestiki település, de még ilyenkor is ennyien itt vagytok. Úgyhogy nem nyertetek, vagy már nem tudtunk mit adni, mert mindent elosztogattunk. Nagyon helyesek vagytok, mert mindig rengetegen vannak itt az üvegstúdió előtt. Csabi jön a kívánságműsorral, és ha minden igaz, akkor hétfő 6-kor érkezünk. Elkezdjük összerakni a disznóvágás. Disznóvágás az Üllői úton projektünket. Jó? Hétfő 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, köszönjük! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.